Ma este szeretném, hogyha erről nyíltan, őszintén, tabuk nélkül beszélhetnénk, hogy mi is a menstruációs ciklus, mi befolyásolja, mi okozza a zavarait, illetve mitől alakul ki a meddőség. Erről fogunk ma egy előadást hallani dr. Budai László Károlytól, aki orvos, természetgyógyász és germánygyógytudomány terapeutaként. Előbb bevezet bennünket a germánygyógytudomány világába. Remélhetőleg vannak köztünk olyanok is, akik most hallanak erről először, úgyhogy kezdjük is az alapokkal. Mi az, hogy germánygyógytudomány? Mit jelent ez? Mi az, amit erről mindenképpen tudni kell? Ki fedezte fel, mióta létezik? Milyen alapelveken működik? És mindennek tükrében mit kell tudnunk a menstruációs zavarokról és a mentőségekről? Fogadják nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt. Hát, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a ma esti webkonferencián, és ahhoz, hogy valóban megértsük a menstruációs zavaroknak a hátterét és a meddőségnek a hátterét, ahhoz igenis tudnunk kell azt, hogy hogyan is működünk. Tudnunk kell, hogy hogyan jön létre maga a menstruációs ciklus, és melyek azok a hatások, amelyek következtében ez a ciklus felborul, átalakul és különböző kóros problémák jelentkezhetnek benne. A germán gyógytudománynak az atya dr. Rike Gerd Hammer az a fantasztikus és csodálatos feltaláló orvos, aki leírta számunkra az 5 biológiai természettörvényt. Igen, ezt az 5 törvényt a élete tragédiájának köszönheti, hogy felfedezte, hogy le tudta írni, hiszen mindig elmondom, hogy 19 éves fia karjai közt halt meg, pedig küzdött 111 napon keresztül Hammer doktor a fia életéért, akit két pisztolylövéssel halálosan megsebesített. A részeg, Savoyai herceg, az olasz trónörökös, 1978. augusztus 18-án. December 7-én meghalt a fiú az apja karjai között, és Hammer doktornak. Ezután rövid időn belül, 2 hónapon belül heredaganata alakult ki, és elgondolkodott, hogy kell legyen valami kapcsolat a fia elvesztése, halála között és az ő heredaganata között, hiszen addig Hammer doktor teljesen egészséges volt. A fiát Dirk Hammernek nevezték, és mivel vele kapcsolatosan találta fel az első biológiai természettörvényt, így ebben azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy elindul vagy nem indul el egy biológiai válasz a szervezetünkbe, ezeket a feltételeket, kritériumokat DHS-nek, vagyis Dirk Hammer szindrómának nevezte el. Az első biológiai természettörvény a rák vastörvénye címen jelent meg, hiszen akkor Hammer doktor nem tudta, hogy még további 4 törvényt fog felfedezni az emberiség számára, és a rák vastörvényében pontosan a legfontosabbat foglalja össze, mégpedig az, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy elinduljon bennünk egy rák, vagy egy rákkal egyenértékű biológiai program, ezeket értelmes biológiai külön programoknak nevezte Hammer doktor. Ez van itt a lap alján az EBK megnevezéssel. Az értelmes biológiai külön programnak az a lényege, hogy mindig csak akkor indul el, ha van egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásunk, ami nagyon súlyosan érintett minket, váratlanul, meglepetésszerűen. Mondhatnánk, hogy ilyen mindig lesz az életünkben. Természetesen ezzel nem tudunk mit tenni, ez érkezni fog, lehet ma is jött, lehet holnap is jön valakinek valami váratlan, súlyos meglepetése, valami, ami nem úgy történt, ahogy mi elképzeltük, de csak és kizárólag tőlünk függ, hogy mennyire magányosan éljük meg ezt az érzelmi konfliktust, és mennyi ideig maradunk benne, mert az agyunk mindig a pillanatra reagál, és nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt. Tehát, ha én minden pillanatban, 2 héten, 4 héten, 4 éven keresztül, vagy 40 éven keresztül abban az érzésben maradok, amit egy váratlan esemény kiváltott bennem, akkor ez a lelki megrázkódtatás
az agy közvetítésével mindig el fogja indítani, illetve fent fogja tartani azt a szervi elváltozást, amit mi aztán majd betegségnek fogunk nevezni. Nagyon lényeges kérdés a sinek kérdése, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között én ezt a váratlan, nagyon súlyos lelki megrázkódtatást megéltem. Pontosan azért rögzülnek a sinek, hogy legközelebb, amikor csak emlékeztető körülmények közé kerülök, akkor már indulás és kezdődik újból a biológiai program, újabb konfliktus nélkül. És ezek lesznek azok a helyzetek, amikor nem értjük, hogy mi történt. Most tényleg jól vagyok, minden rendben van, és mégis borult minden. Mi van mögötte? Hiszen teljes lelki nyugalomban vagyok, és lám vannak tüneteim. És ilyenkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Hammer doktornak nincs igaza, hiszen ha én lelkileg nyugodt vagyok, akkor nem lehetek beteg. Ne feledjük, hogy a sinek azok, amelyek gondoskodnak a krónikus betegségek megjelenéséről és fenntartásáról, és arról se feledkezzünk el, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Összefoglalva tehát ennek a lényegét, hogy ha ma is lezárjuk a napunkat békével, megbocsátással, empátiával, szeretettel, akkor feloldjuk érzelmileg mindazt, amit ma megéltünk, és ennek nem lesznek következményei a következő nap, sőt azután sem. De ha nem zárjuk le a konfliktusainkat, hanem lapozunk tovább, erről többet nem beszélünk, besöpörjük a szőnyeg alá, akkor a sinek gondoskodni fognak arról, hogy a programok újra és újra elinduljanak. És mindig csak úgy fog elindulni, ahogyan mi azt elindítjuk. Hiszen, mint mondtam, az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És nem az a lényeg, hogy valójában mi történt, hanem hogy abban a pillanatban én mit éltem meg. És itt is szexuális témáról van szó, Hammer doktor könyvéből, ugye, ha egy nő egy másik nővel a férjét az ágyban találja, mert mondjuk délelőtt hazafutott valamiért, akkor az többféleképpen is megélheti. Megélheti szexuális frusztrációval, hogy miért a másik nővel bújik, és miért nem velem, hiszen annál sokkal jobb nő vagyok. Szóval ilyenkor a féltékenység elindítja a ményak programot, először fekélyesedés, majd egyre nagyobb, mély szövethiány alakul ki, érdekes, ez egy fekély, és ezt is ráknak nevezik. Aztán, ha az illető úgy éli meg, hogy ez a másik nő, ez sokkal jobb nálam, én nem tudok ezzel versenyezni, akkor beindul a központi önleértékelés, és mivel a nőiségemről van szó, akkor ugye én, mint nő, már nem érek semmit az ágyban. Ez azt jelenti, hogy bontom a szimfizist, vagyis a szeméremizületet, bontom a medencecsontomat, mert az a medencecsont minden problémája a babával, a gyermekkel kapcsolatos konfliktus, és bontom az ágyéki gerincoszlopomat, mert a személyiségemben is megéltem egy súlyos leértékelést. De ha megundorodok attól, amit látok, akkor beindul a félelem undor konfliktus következtében a vércukorszint ingadozás, és természetesen a cukorbetegséggel kapcsolatos webkonferencián erről részletesen hallom. És megélhetem ugyanúgy ezt a szexuális konfliktust, hogy mi keresni valója van itt az én házamban egy idegen nőnek vagy bárkinek, tehát ki akarom jelölni a területem, hogy ide senki más idegen nem teheti be a lábát, ekkor viszont ugye hólyaghurutként fog jelentkezni az, hogy gyakran megyek vizelni, nem fáj, nem csip, nem éged, de 10 percenként futok, és mindig egy kicsit vizelek, épp úgy, mint a kutya, amikor körbejelöli a területét. De ha már nincs érzelmi konfliktus, ugye azt írja a Hammer doktor, hogy nem szereti már a férjét, neki is van barátja. Ha nincs konfliktus, nincs betegség. Tehát a példa is mutatja, hogy mindig az egyetlen valóság mindenki számára a saját megéléses. Bár fogunk példákat mondani, hogy például egy ilyen helyzetben ez lehetséges, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki azt a
történetet megélte, az ugyanúgy reagált rá. Mint mondtam, a sinek fognak gondoskodni a krónikus betegségekről, de ahhoz, hogy azt megértsük, ahhoz tisztáznunk kell, hogy hogyan zajlik le egy ilyen értelmes biológiai különprogram. Amint Hammer doktor itt ábrázolja számunkra, Hammeri iránytűnek is nevezzük, két szakaszban zajlik minden program, ha eljut egyáltalán a végére. Ugye az első részben a viszintes tengely, az az időtengely, az első függőleges vonalon látjuk a DHS-t, vagyis megtörtént a váratlan, meglepetésszerű történet, és mivel nem oldottam fel aznap ezt az ügyet, ezért benne ragadtam a konfliktusba, és amíg az ember konfliktusban van, vagyis ahogy mondani szoktuk, stresszes az élete, hát addig nem tud nyugodtan aludni, az agya egyfolytában alszon a bizonyos történeten jár, nincs étvágya enni, tehát fogyni fog, gyorsabban ver a szíve, emelkedik a vérnyomása, és hideg a keze, hideg a lába, ezért van kék színnel ez a rész besatírozva. A KM a második függőleges vonalon a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti, ami ugye megtörténhet érzelmileg, és ez a szerencsés, mert akkor eltűnnek a sinek, vagy éppen történt valami más, és már nem ezzel a DHS-sel foglalkozok, ami itt van, és ez a program akkor átsúszik megoldásba. A megoldásban, amint látjuk, a piros szín dominál, és az első piros mező az exudatív fázis annyit jelent, hogy folyadékgyülem a gyógyuló szövetekben. Hiszen ne feledjük, már a konfliktus aktív szakaszban, itt a kék zónában egy biológiai segítséget kapok a túlélés érdekében arra, amit én érzelmileg nem tudtam megoldani. Ha megtörtént a megoldás, a biológiám helyreállítja azt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélés érdekében megtett. És itt jönnek a gyulladásos tünetek, amit hát mindenki ismer, hogy vannak bizonyos jól ismert tünetek már a középkorból, ugye a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, lézár, vagyis a pirosság, a duzzanat, a melegség, a fájdalom és a működés visszafogottsága, ezek mind klasszikus tünetek, már a középkorban leírták. Természetesen a duzzanat az a vízgyülem miatt jön létre, ami a szövetekben keletkezik a megoldási szakaszban, és ez a vízgyülem nem csak a szövetekben, hanem az agyi központban is létrejön, és ez fogja okozni a fejfájásunkat, de ha ilyenkor koponya CT-t csinálnak, akkor azt nagy valószínűséggel már is agydaganatnak fogják diagnosztizálni. Az egész kellemetlen helyzetből, amit mi betegségként élünk meg, az epileptoid krízis ránt ki minket, mint egy helyrehozva mindent, mégpedig először is az agyi központot. Ennek az a lényege, hogy kipréselődik az agyi központból a folyadék, és több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk, és a folyadék nem csak az agyi központból, hanem a gyógyuló szövetekből is kipréselődik. Majd következik egy újabb, hát meleg tünet, ugye ismét melegek lesznek a végtagjaink, és megtörténik a hegesedés, vagyis mindaz, ami az első részben, az exudatív fázisban csak létrejött, mint egy laza szerkezet, az a hegesedési fázisban fog megerősödni. A két piros szakaszban általában az esetek 90-95%-ában fájdalom jelentkezik. És ez mindig a gyógyulásnak a tünete. Majd ha kivárjuk, mert tudom, hogy ez a fájdalom most engem arra késztett, hogy pihennem kell. De tudom, hogy ha kivárom türelmesen, ugye milyen érdekes szót mondtam, türelmesen kivárom, hogy befejezze a biológiám azt, amit én elindítottam benne, akkor gyógyultan befejeztem a történetet, és folytathatom az életemet úgy, mint azelőtt. Természetesen a tünetek hevessége a megoldási szakaszban attól függ, hogy milyen hosszú volt ez a konfliktus aktív szakasz. És ez a konfliktus aktív szakasz azt is meghatározza, hogy itt középen az epileptoid krízisben milyen hevességgel fogom én megélni a tüneteimet. Hisz ez a legkritikusabb része az egész biológiai programnak, ugyanis
itt fokozottan jelennek meg a tünetek, a fájdalmak, az izomgörcsök, és azért epileptoid, mert hogyha epilepsziás görcsrohamom van, akkor az csak annyit jelent, hogy ez a DHS egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt. További részleteket az öt biológiai természettörvényről szóló előadásainkban találhatunk meg, ami a weblapról a YouTube csatornán is elérhető, illetve a weblapnak a germánygyógytudomány és videók tőlünk menüpontjában. Mint mondtam, a sínek meghatározzák, hogy hogyan zajlik le egy-egy program. Van olyan, hogy meg sem oldom a konfliktust. Ez nagyon veszélyes dolog, mert ez a biológia teljes kimerüléséhez vezet, ha a szövetek építéséről vagy bontásáról van szó. De ez a helyzet akkor is, amikor valaki egy úgynevezett agyi érkatasztrófából nem tud helyrejönni. Miért? Mert még mindig benne van a konfliktusban. Vagy a cukorbetegségből nem tud meggyógyulni. Miért? Mert még mindig ellenszegül. Aztán vannak olyan helyzetek, amikor a tünetek csak egy évben kétszer, vagy havonta csak egyszer fordulnak elő. Miért? Mert a sínek gondoskodnak róla, hogy újra és újra és újra elindítsuk a programot, és annak van ideje kifutni elejétől a végéig. Ezért fogjuk ezeket a úgynevezett betegség tüneteket itt a gyógyulási szakaszban újra meg újra megélni. Ezek lesznek a visszatérő, akár viszérgyulladások, visszatérő trombózisok, visszatérő tüdőembóliák, mert valójában az ezekhez kötődő konfliktusokat nem oldottuk meg érzelmileg. De van egy kellemetlenebb rész is, az úgynevezett függő gyógyulás. Nos, itt kérem szépen, amit látjuk, ki se tud futni a program a megoldási szakaszból, mert ezek a kék szakaszok itt, ezek azt jelzik, hogy sűrűn érkeznek a sínek. Sűrűn, naponta sínre kerülök, vagy két naponta sínre kerülök, és ezért a gyógyulási szakasz igencsak elakad, vagyis, mivel tudjuk, hogy a gyógyulási szakaszban vannak a gyulladásos tünetek, egy állandó fájdalmat fogunk megélni kisebb-nagyobb intenzitással. A harmadik biológiai természettörvényt Hammer doktor úgy találta meg, és a negyediket, hogy visszalapozott az embriológiába, vagyis a fejlődés történetbe, és megnézte, hogy valójában hogy is alakul ki az emberi test. Ugye a megtermékenyített petesejtből lesz a szedercsíra állapot. Itt a középpontban, ebben a metszeten a sárga, narancs és piros színű vonalak, ugye ez egy keresztmetszeti képet mutatnak, amit úgy képzelhetünk el, mintha három kis tányért egymással tennék, egy sárgát, egy narancsot és egy pirosat, és középen ketté vágva látom a keresztmetszeti képet. Most ezek a csíra lemezek, ezek akkor keletkeznek, amikor mielőtt megtörténik a beágyazódás az anyai méh nyálkahártyájába. Ugye, mert a megtermékenyített petesejt osztódásnak indul, és először szedercsíra állapot lesz belőle, majd három csíralemez alakul ki, és a lényeg, hogy ebből a három csíralemezből nő ki minden szervünk, minden szövetünk, ahogy ezt a különböző színű nyilak is mutatják. A sárga nyíl arra utal, hogy az agytörzshöz tartozó sejtjeink, azok a falat konfliktusokat oldják meg. De mi az, amire szükségünk van a túléléshez? Egyáltalán, hogy életben maradjunk. Mire van szükségünk? Gondoljunk csak arra, hogy az űrhajósnak mit kell magával vinnie, hogy életben maradjon. Hát ugye táplálékot, vizet és levegőt. Ezek azok a falatok, amelyek nélkül nem tudunk élni, még hozzátartozik a fény és a hang is. Ezeknek a falatoknak a megszerzését az agytörzs irányítja, és a hozzátartozó sejtek mindig először felszaporodnak, megoldásban lebomlanak, természetesen gyulladásos folyamatok közepette. Tehát falatkonfliktusokról külön webkonferencia anyag foglalkozik, és a YouTube csatornánkon az összefoglalóban
találhatunk külön csak falatkonfliktusokról szóló lejátszási listákat. Előadásokat a lejátszási listákban. A narancssárgában jelzett csiralemez, ugye középen van, mezoderma neve, és két idegi központ irányítja az ehhez tartozó sejteket, hiszen beszélünk régi mezodermáról, meg új mezodermáról, vagyis a régi mezodermához tartozó sejteket a kisagy, az új mezodermához tartozó sejteket pedig a nagyagy fehér állománya fogja irányítani. Mivel foglalkozik a kisagy? A vélt vagy valós támadásokkal, erről is egy összefoglalót találunk a weblapon, valamint a gondozási konfliktus is ide tartozik, vagyis amikor túlzásba vitt aggódással elindítok magamnak egy emlődaganatot. Az érintett szövetek, a burkok, hashártya, mellhártya, szívburok, az írha, illetve hát természetesen az emlőmirigynek a mirigy állománya. Itt is először építünk sejteket konfliktusaktív szakaszban, majd lebontjuk a megoldást követően a feleslegessé vált sejteket, mert hogy egyetlen sejtet se tartunk el feleslegesen. A fehér állományhoz tartozó sejtjeink az önleértékelés érzésére fognak reagálni. Az önleértékelés a biológiánk számára önpusztítást jelent. Vagyis itt először mindig bontjuk a sejteket, majd a megoldásban építjük vissza ezeket, mégpedig mindig többet, hogy erősebb és jobb legyen a kialakított szövet, mint az, amit elkezdtünk lebontani, hiszen azt azért bontottam le, mert nem biztosítja a túlélésemet. Itt a mozgással kapcsolatos szöveteink lesznek érintettek, vagyis a csont, a csontokat összekötő ízületek, szalagok, a csontokat elmozdító izmok, az izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokerek, valamint a kötőszövet, zsírszövet, ahonnan a plusz energiát kapjuk a mozdulathoz. Ne feledjük, hogy a legsúlyosabb önleértékelés mindig a csontokat érinti, az enyhébb önleértékelés, a legenyhébb a zsírszövetre reagál. Az önleértékelés témája meghatározza, hogy mit és hol bontok le a szervezetemben. A pirossal jelzett külső csiralemez, ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja. Ide az agykéreg az elválasztási és birtok konfliktusok során indít el sejtszintű sorvasztást, épp úgy, mint a fehér állomány. Először bontunk, utána építünk ezen a szinten. Külön az elválasztási konfliktusokról és a birtok konfliktusokról is megtaláljuk a megfelelő webkonferencia anyagot, nem részletezném, de a lényeg, hogy először bontjuk, sorvasztjuk a szöveteket, utána visszaépítjük, és az agykéreg nem csak ezzel foglalkozik, hanem látni fogjuk, hogy mi tartozik a birtok konfliktusokon kívül még ide, hát az összes érzékszerv ide küldi az információit, illetve a jövőből, vagy a múltból érkező félelmek is az agykéregbe fognak becsapódni, nyilván a jövőből érkező félelmek azok a homloklebenybe, a múltból érkező félelmek a nyakszirti lebenybe fognak becsapódni. Ha ezt a kettőt egyszerre élem meg, félek valamitől, ami régen megtörtént, hogy újra meg fog történni, akkor ebből lesz a migrénes fejfájás, erről is lesz szó még a mai este. Tehát összefoglalva, az összes sejtünk három csiralemezből származik, és ez meghatározza, hogy egy életen át hogyan fognak működni. Vagyis nincs olyan, hogy egyik sejtem gondol egy nagyot és merészet, és elköltözik, mert megunt mondjuk ményálkahártya sejtnek lenni, és beköltözik a hasüregembe, hogy ott termeljen ösztrogént. Ez egy biológiai képtelenség, kérem szépen, és most az endometriózisról beszélek. Mert az endometriózisnak ezt a magyarázatát adja a mai medicina, hogy ményálkahártya sejt bevonul a hasüvegbe és ösztrogén termel. A ményálkahártya sejt nem termel hormonokat. Az, ami hormon termel,
az a petefészeknek az új mezodermális sejtje. Ezt csak előre bocsátom, hogy mikor odaérjünk, akkor már legyen ez, ja, ezt már hallottam élményünk. A Hammer doktor a harmadik biológiai természettörvényben egyszerűen megcáfolhatatlan igazságokat mond ki, amúgy még senkinek nem sikerült Hammer doktor egyetlen törvényét sem megcáfolnia, pedig már igazán törték rá magukat rajta az gyógyszeripar által irányított akadémikus orvosok, de hát a biológiai törvényeket nem lehet letagadni és nem lehet felülírni. Az egyetfejlődéstől függ tehát, hogy a két szakasz alatt mi fog történni, itt látjuk ezen a ábrán, ha a konfliktus aktív szakaszban építettem sejteket, amit mondtam, a feleslegessé vált sejteket lebontjuk a megoldási szakaszban. Ha viszont a konfliktus aktív szakaszban bontottam sejteket, akkor azt a megoldási szakaszban természetesen visszaépítem. Ha pedig működést változtattam, akkor természetesen a működést fogom helyreállítani. Azt mondod, hogy amit felépítettem konfliktus aktív szakaszban, az lebomlik a megoldási szakaszban. Mi vezérli a lebontását ezeknek a sejteknek? Hát nem vagyunk egyedül, hála Istennek van segítségünk, és erre mutat rá a negyedik biológiai természettörvény. Hammer doktor is bebizonyítja, amit még valamikor Pasteur idejében Antoine Béchamp, hogy a bennünk élő úgynevezett mikroorganizmusok, azok nem kórokozók, hanem azok a mi barátaink. Ugye Antoine Béchampnak a megfigyelését elutasították, és Louis Pasteurnek a megfigyelését támogatta már az akkor is manipulált tudomány, hogy pontosan a külső tényezőket okoljuk a megbetegedéseinkért, illetve úgy tekintsünk a bennünk levő mikroorganizmusokra, akikkel mi szimbiózisban élünk már évmilliók óta, hogy azok a mi ellenségeink. Kérem szépen, egy logikus, normális gondolkodással, biológiai logikával az egész mind megérthető. Mint mondtam, a felesleges sejtek lebontásánál sem vagyunk egymagunk, amit látjuk az erdőben is, a kidőlt fákat, a gombák bontják le, természetesen, hogy a gombák fogják lebontani az agytörzs által irányított felesleges sejtjeinket. És akkor már is a mély nyálkahártya itt szóba jön, hiszen a mély nyálkahártya endodermális, belső csirolemezből származó szövet, és ennek a felesleges mennyiségét ugye a gombák segítenek lebontani, akinek volt már fehér folyása, az tudja, hogy mit jelent a gombáknak a működése. És ha valakinek nem múlik el a fehér folyása, az nem azt jelenti, hogy gombás fertőzése van valakitől, vagy valahonnan, kívülről, hanem csak annyit jelent, hogy sinen maradt az az ocsmány félgenitális konfliktusa, amiről majd a továbbiakban beszélünk, mikor ez sorra kerül. A mikobaktériumok, amelyek átmenetet képeznek a baktériumok és a gombák között, magyarul gombabaktériumok, ezek a TBC baktériumok segítenek a régi mezodermális sejteknek a lebontásába, amelyek feleslegessé váltak, hiszen ott is, amit mondtam, először építünk, aztán bontunk. A baktériumoknak a feladata az, hogy segítsenek visszaépíteni azt, amit mi lebontottunk. És itt jönnek be azok a történetek, amikor ugye fájdalom van, és azt mondják, hogy bakteriálisan felülfertőződött folyamat zajlik a szervezetünkben. De érdekes módon vannak aszeptikus nekrózisok is, tehát amikor a szepszist, a fertőzést nem tudjuk kimutatni, mondjuk a csont gondol egy nagyot és merészet, és elpusztul, elmésztelenedik. De csak az egyik oldalon, a másik oldalon nem. Ugye milyen érdekes? Ez a legsúlyosabb önleértékelésnek a következménye a konfliktus aktív szakaszban. A megoldásban persze fájdalommal fog visszaépülni.
És itt vannak a vírusok, amelyek valójában csak egy másik sejtben életképesek, önmaguktól életképtelenek, ezért is kérdéses, hogy milyen csoportba rakjuk őket, de a vírusok azok, amik segítenek az ektodermális programoknak a helyreállításában. Itt van például a méhnyakrák, ugye, amire azt fogják, hogy bizony a humán papilóma vírus, a HPV okozza. A humán papilóma vírus, kérem szépen, csak jelen van a történetben, és segítene visszaépíteni azt a lebontott mészárnyálkahártyát, amit én a féltékenység következtében bontottam le, ahogy azt már a Hammer doktor történetében ugye elmondtam, és hallhattuk. Nos, ez a nagy kérdés, hogy mi az ok, és mi a következmény. Ha mi a következményt kinevezzük oknak, akkor egy életen át lehet kezelni, és természetesen a valós ok az nem fog megszűnni. Tehát nem a humán papilloma vírus elleni oltás fogja megoldani a méhnyakrákat, hölgyeim, hanem a féltékenységnek a megoldása, mondjam úgy, hogy feleslegessé tétele az életünkben. Nos, ha pedig ezek nincsenek megoldva, akkor természetesen, hogy ezek a segítőink nagy számban kimutathatók lesznek a megfelelő, és csak is a megfelelő szöveteknél. Orvosi beavatkozások következtében megtörténnek furcsa dolgok. Bejutnak baktériumok oda, ahol nincs helyük, mondjuk egy agyalincvelői folyadékba, mert megtörténik a lumbálpunkció. És akkor csodálkozunk, hogy ott nem biológiai programok és történetek fognak lezajlani. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, hogy mindennek, de mindennek értelme van. Semmi sem történik feleslegesen a szervezetünkbe, mert már a DHS pillanata az, ami beállítja, hogy milyen biológiai programot indítunk el. Miért? Mert mondtam, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. És ez a megélés lesz az, ami elindítja a megfelelő biológiai túlélő programot, ahogy Hammer doktor nevezte, EBK, értelmes biológiai különprogramot, és ez teljesen logikusan, szabályosan megy végbe, és meg is gyógyulnánk, ha nem kapna el minket a félelem, ha nem kapna el minket a pánik, mert amikor tudatlanul olyat állítanak, hogy gyógyíthatatlan, hogy rossz indulatú, hogy ismeretlen betegség, akkor természetesen, hogy az ember félelme még fokozottabb lesz, még több programot indít el, mint amennyivel elment az orvoshoz, és ez lesz az, ami lemeríti teljesen a biológiát. Nem a daganatban halnak bele az emberek, hanem az, ahogy mondják, tumoros kohexia. A tumoros kohexia lesoványodás az abból adódik, hogy annyi félelmet indít el szerencsétlen beteg, hogy a sok-sok-sok konfliktus aktív fázisban, mint mondtam, nem tud enni, nincs étvágya, lefogy és elsorvad. Nem istenverése, nem a sorscsapása mindaz, ami velünk történik, a tudatlanságunknak és a félelmeinknek köszönhetjük mindazt, ami történik velünk. De ha megismerjük a germán gyógytudományt és a biológia működésének logikus rendszerét és igazságát, most akkor fogunk tudni megnyugodni minden fájdalom és ijesztő prognózis ellenére, hogy valójában mi rendben is volnánk. A menstruációra térve, tudnunk kell, hogy minden szabályozás a szervezetünkben idegi és hormonális szinten történik meg. Nyilván az idegi működés, az idegrendszer, az idegi szabályozás, az idegrendszer feladata. És itt látjuk ezt a csöpp picike mirigyet, a kis babszem nagyságú mirigyet, ami a kapcsolat az idegrendszer és a hormonális rendszer között. A jobb oldali képen jobban kinagyítva látjuk, ez a hipofizis vagy agyalapi mirigy, aminek van egy adenohipofizis elülső lebenye és egy neurohipofizis hátulsó lebenye. És láthatjuk, hogy a megfelelő lebenyekben termelt hormonok milyen szervekre hatnak. És rögtön itt van
ugye a petefészek és természetesen a here. Aztán látjuk, hogy a mély izomzatra is van hatás, a mellre is van hatás, és ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, majd mélyebben is bele lépünk, de tisztázzuk azt, hogy a normális és kóros menstruáció fogalma mit jelent. A menorrea az a mélyüri vérzésnek a megnevezése. Azért tettem itt zárójelbe, mert a szakszavakban ez a szó fog újra és újra ismétlődni. A normális menstruáció az, amikor 22-34 napos ciklusban jelentkezik a menstruációs ciklus. Nem tart tovább, mint 4-5 nap, és nem jár különösebb fájdalommal. Az élénk piros vagy sötét bordó színű lehet a vérzés állaga. Ez egyben egységes és híg, nem alvadékos. Nincsenek benne nagy szakatok, darabok, ahogy ezt szokták mondani. És a végére hát halványabb lehet a színe, és aztán az egész szépen elmúlik. Tehát az, hogy van benne, mondjam azt, hogy némi fájdalom, az a sima izom működésének köszönhető, mert a mély izomzata az sima izomzat, és részt vesz természetesen a menstruációs ciklusban a nyálkahártya ledobódásában, és hát a megnyílt ereknek az elzáródásában. Azt ugye szerintem minden leány tudja, hogy nem biztos, hogy rögtön beállt szabályosan az első ciklustól a havi ciklusa, ezért egy-másfél évet még az első menstruáció után mondjam azt, hogy a biológiai programok beállásáért még várakozhatunk. Azt tudni kell, hogy a biológia nem úgy működik, mint az elektronika, hogy megnyomok egy gombot, és rögtön jön a válasz. Pláne ami hormonális működéssel is ül, ott kérem szépen a hormonoknak ugye még hatniuk kell. Most kóros menstruáció mindaz, ami nem ilyen. Vagyis aminek az időtartamban, a gyakoriságban, a mennyiségben, a színben vagy a fájdalomban eltérések jelentkeznek. Tehát, hogyha rövidebb vagy hosszabb, ha rendszertelen, ha színe eltérő, ha fájdalmas, ha alvadékos, ha túl sokáig tart, vagy túl rövid ideig tart, ezek mind ide tartoznak, hogy a menstruációt ilyenkor nevezik kórosnak. De, mint mondtam, az idegrendszer a hipotalamus hipofizis tengelyen keresztül fog az egész ciklusra hatni. A különböző előhormonok azok hatnak a megfelelő célszervekre. Hát akit részletesebben ez a dolog érdekel, az a hormonális rendszerről szóló összefoglalót is megnézheti. De láthatjuk itt a luteinizáló hormont, az LH-t, és az FSH-t alatt a follikulus stimuláló hormont, ami direkt a petefészekre hat. Aztán itt van a prolaktin, ami már az emlőkre hat, és az oxitocin, amint látjuk, az pedig a mély izomzatra ható hormon. Ha összefoglaljuk, hogy a női működésre, a ciklusra milyen hormonok hatnak, hát akkor elcsodálkozhatunk, ugye, mert van a luteinizáló hormon, amint ezt írtam, a follikulus stimuláló hormon, a prolaktin, az oxitocin, és ugye ezek mind az agyalapi mirigyből, hátulsó és előső lebenyből származnak, de itt van még az ösztrogén és a progeszteron, ugye az ösztrogén a tüsző érlelő hormon, a progeszteron pedig az anyaság hormonja. Most ha megnézzük, hogy ezek a hormonok hogyan játszanak szerepet, hol lépnek be a menstruációs ciklusban, akkor fogjuk megérteni, hogy ezeknek a hormonoknak a túltermelése, vagy a hormonoknak a hiánya miként fog hatni magára a menstruációra, és hát a vérzésnek az állagára, színére, mennyiségére, stb. Vagy gyakoriságára. A menstruációs ciklust, amit itt látjuk, a luteinizáló hormon indítja el, az LH. Ugye ez az agyalapi mirigy hormonja. Itt látjuk, hogy kiugrik
magasan kiugrik a többi között, mégpedig a follikulus stimuláló hormon fölé ugrik. Itt indul el az ovuláció. Ha megyünk időben, akkor látjuk, hogy a tüsző érlelő hormon az, ami agyalapi szinten magasabb. Ennek hatására ovárium, vagyis a petefészek ösztrogén termelése meredeken nő, tehát érlelem a tüszőt, érlelem az ösztrogént, és a tüszőrepedést maga a luteinizáló hormon indítja el. Itt van a tüsző, ahogy érlelődik, itt megreped a tüsző, és a benne levő petesejt elindul az útjára. Ilyenkor ugye az hőmérséklet változásban is látunk egy fél Celsius fokos megmozdulást. Amint megtörtént a tüszőrepedés, figyeljük meg, mi történik, a luteinizáló hormon megint szépen, mondjam úgy, hogy eltűnik, természetesen a tüsző érlelő hormon szintje is lemegy, hiszen a tüsző már megérett, hanem beindul a progeszteron szintnek a termelése, mert hogy ez az anyaság hormonja, mint mondtam, ennek az a feladata, hogy ha megtörtént a megtermékenyítés, és megtörtént a beágyazódás a mély nyálka hártyába, akkor védje a magzatot a kilöpődéstől. Ezért nevezzük ezt az anyaság hormonjának. És ha megtörtént valójában a beágyazódás, akkor a pete elindítja az ő életben tartását azzal, hogy a humán gonadotropin hormont termelve jelzést ad, hogy én itt vagyok, és ennek hatására a sárga test továbbra is termelni fogja a progeszteron hormon. Ez a lényege ennek az egésznek, hogy a sárga test termeli a progeszteron, és amíg a gyerek meg nem születik, addig a progeszteron védelme alatt van. Ha nem történik megtermékenyítés, természetesen nincs ami küldje, hogy én itt vagyok. A progeszteron szint zuhanni fog, a sárga test elolvad, corpus luteum, fehér testé alakul, és megtörténik a menstruáció. Ez a menstruációnak a folyamata és a hormonok szerepe. De tudnunk kell azt, hogy a tüsző repedéstől egészen a menstruáció megjelenéséig mindig 14 napnak kell eltelnie. Ezért a ciklus, akármilyen hosszú vagy rövid, a tüszőrepedés az mindig a menstruáció előtti 14. napon történt meg. Miért lényeges ez? Pontosan azért lényeges, mert a megtermékenyítés után, még ez a fejlődő, osztódó sejtömeg, szedett csiraállapot, ugye bejut a mély üregbe, ott beágyazódik, és felveszi a kontaktot az anyai szervezettel, addig ez a mély nyálkahártya is megfelelően kialakul, és ha ez megtörténik, akkor nem lép föl a menstruáció. De hogyha ez nem történik meg, akkor viszont a menstruáció el fog indulni, hiszen a progeszteron szint zuhan, és megint indul a történet az ösztrogén szint emelkedéssel, és ez indítja el a mély nyálkahártyának a fejlődését, és a progeszteron lesz az, ami az egészet kiteljesíti. Itt már akkor a mély nyálkahártya vastagságának a hormonális szabályozása is ugye szóba került. Az idegi szabályozás ugye a szexuális relén keresztül valósul meg, és tudjuk, hogy a biológiailag a legfontosabb, a legsúlyosabb konfliktus a fajfenntartás, vagyis a szexuális konfliktus. Mert minden, ami él, az élni akar. Tehát az életben maradás, a túlélés és a fajfenntartás, ez a két alapvető biológiai program, ami az egész biológiai lénynek a működését motiválja. A legsúlyosabb konfliktus azért a szexuális konfliktus, mert ugye a fajfenntartási ösztön az erősebb, mint az életösztön. És ezért egy nagyon lényeges kérdés,
hogy milyen szexuális jellegű konfliktusokat él meg mondjuk egy kislány, már amikor, hát hogy is mondjam, felcseperedik. A szexuális konfliktus minden hölgynek a baloldali birtokzónájában van, most nem megyek bele a birtokzónák taglalásába, amúgy a különböző reléknek a konfliktus tartalma a képen jelölve van. A szexuális konfliktus alatt azt is olvashatjuk, hogy a meg nem termékenyítettség konfliktusa, ez a mély nyálkahártya, ez a mély száj nyálkahártyájára fog hatni. Mi is ez a szexuális konfliktus, amit egy gyermek már megélhet, ami ennek a relének az érintettségét jelentheti. Nagyon köszönöm, hogy ezt a kérdést felvetetted, Karesz, hiszen nem eléggé sok dolog hangzik el ezzel a témával kapcsolatban. Mivel menstruációról beszélünk, ezért engedjék meg nekem azt, hogy most csak a kislány szemszögéből nézzük meg, hogy mi az, hogy szexuális konfliktus. Elsősorban a szexualitásra, a hogyan születik a baba kérdése, körülbelül 3-4 éves korban kerül sor. Nagyon érdekes az, amikor bekerül az első közösségbe, mint óvoda, egy kisgyerek, akkor találkozik a leginkább és a legtöbbször más nemű kortársaival. Ilyenkor feltevődik a kérdés, hogy mi van a kislánynak, mi van a kisfiúnak, mutassuk, megnézzük, meghedezzük fel egymás testét. Ezeknek a kíváncsiskorú tekinteteknek még nincs szexuális tartalma. Rengeteg olyan dolog érdekli a kisóvodást, amire a szülők nem biztos, hogy tudnak, vagy nem biztos, hogy akarnak válaszolni. Hogyan lesz a kisbaba története, a papás-mamás játékok, nézzük meg, milyen van a kisfiúknak című fellángolások, nagyon gyakran megijesztik az erre fel nem készült, érzelmileg fel nem készült szülőket. Amikor egy kisgyereket elkapnak, mert az asztal alá bújva megmutatja a kisfiúnak, hogy milyen van, és a kislánynak milyen van, ez a szülők számára rémisztő. Alig nőtt fel a pelenkából, már ilyesmit töri a fejét, gondolják ilyenkor az anyukák. És nagyon gyakran, nagyon komoly retorziókat alkalmaznak az ilyenféle esetekben. És ez az, ami konfliktus. Ezt nem szabad, ez bűnös, ez disznókodás, ez mindenfélének elhordják ilyenkor a gyereket. És hát nyilván ebben ugyan nincs szexuális tartalom, de mégis a nemi szervhez kötődik, tehát ez szexuális konfliktusként jelenik meg. Ha tovább visszük ezt a kislány történetét, és lelki szemeink előtt próbáljuk ezt a kislány felnőtté nevelni, akkor tovább mehetünk azon a ponton is, amikor az óvodában, zömében már ott kiderül, valakinek születik testvére, és rögtön elújságolja, hogy ő tudja, hogy fog születni a kis testvére. Itt is azért rengeteg rém történet is elhangzik, a magocska, a méhecske, a hogy nyelte le a babát, és egyebek, de vannak olyan felvilágosó gyerekek is, akik tudják pontosan, és megosztják a többiekkel ennek az eseménynek a hogyanját, mikintjét. Ami nagyon ijesztő lehet egy kislány számára, mert olyan dolgokat is hallhat, olyan fantázia történeteket is, amelyek valójában a gyermek élénk fantáziájából, vagy valamilyen felnőtt elejtett félmondatából származik. Ha Natán észreveszi anyut és aput, miközben nagyon szeretik egymást, mert nincs bezárva az ajtó, rájuk tör a szexualitás megélésének csúcspontján, az is egy ijesztő és rémisztő dolog, ami szintén szexuális konfliktus. Ugyanezt történik akkor, hogyha a gyermeki érdeklődés, kíváncsiság nincs kielégítve. Rengeteg felnőtt tartalom látható még az utcán is, plakátokon, videófelületeken, különböző hirdetések során,
a szexualitáshoz, a női testhez, a magához, az aktushoz, vagy az aktusra emlékeztető, ezt szimbolizáló dolgokat lehet látni. Sajnos rengeteg az olyan pucérnői sziluett is a reklámokban, amit nem biztos, hogy egy 4-5 éves gyerek ért. De ha erről a témáról nem kap bőve felvilágosítást, akkor elkezd keresgélni idővel az interneten. Ez is egy olyan helyzet, ami szintén számos veszélyforrást jelenthet a gyermeki léleknek, hiszen nincsenek felkészülve arra, hogy néha nagyon komoly vagy nagyon durva pornó jeleneteket is láthassanak. Fontos azt is tudni, hogy ezeket a dolgokat hogyan kezeljük. De későbbiekben már még menstruáció előtt megélhet már, hogy is mondjam, komoly szexuális zaklatást is. Nyilván ezek az extrém esetek, amikre azt gondoljuk, hogy nagyon ritkák, sajnos a tapasztalatunk szerint, a saját tapasztalatunk szerint a hozzánk fordulók nagy többségének van valamilyen kellemetlen szexuális élménye, ami vagy egy abúzus, vagy egy rokon, vagy egy családtag közeledése, akár verbális szinten, hogy akár konkrét tettek szintjén is. Tehát erre is oda kellene jobban figyelni, a gyerek viselkedése megváltozik, kerül egy családtagot, fél egy olyan felnőttől, akivel ő rendszeresen találkozik, fél vele együtt maradni, vagy arra panaszkodik, hogy akkor vegyük ezt komolyan, ne azt mondjuk, hogy a gyermek félreértette a közeledést. Én azt gondolom, hogy a tisztálkodás kérdését mindenképpen anyu oldja meg, ne fürdesse más ember ezt a gyereket. Védjük ki azokat a helyzeteket, csökkentsük lehetőleg minimálisra vagy nullára annak az esélyt, hogy a gyerek olyan felnőttek közelébe, vagy nem csak felnőttek, hanem nagyobb gyerekek közelébe kerüljön, akik visszaélhetnek a gyermeki lélek naivitásával. Így van. És nagyon köszönöm a hozzászólásodat, Réka. Az első szexuális konfliktus a jobbkezes hölgynek, ugye, a 11-12 éves kora előtt történik, amikor ugye még nem volt menstruációja. Ez azt jelenti, hogy le fog zárni a női birtokzónája, és ebből adódóan fiús lesz a viselkedése. Széles lesz a válla, és fiúként fog viselkedni, mert focizik, barkácsol, nem a babázással foglalkozik, számára ugyanaz lesz fontos, mint a fiúk számára, minden, ami kívül van a kerítésen, és nem az, ami bent van a fészekben. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem jön meg a havi ciklusa ennek a gyermeknek, csak ha megoldja a konfliktusát, vagy a második birtokzónás konfliktus becsapódásakor, és ez lehet akár 16 vagy 18 évesen. És itt jönnek be azok a kérdések, hogy miért is záródott le a jobbkezes kislánynak a szexuális reléje. Nem azért, mert a nagymamának is 16 évesen jött meg az első menzesze. Ez nem öröklés kérdése. Ez családon belüli nagy titkoknak a felfedését kéne elindítsa. A balkezes nőnél az első szexuális konfliktus nem a női, hanem a férfias birtokzónába csapódik be, és ezért fog hamarabb megjönni, mint 11-12 éves kor balkezes kislánynak a menstruációja. Olyat is tapasztaltunk, hogy a balkezes kislánynak, mikor megjött a menstruációja, már a harmadik szexuális konfliktuson voltunk, és mert már 3 éves korában zaklatásnak volt kitéve, és ezért volt az, hogy érthetetlennek tűnt, hogy ha balkezes, akkor hogy jöhetett meg neki csak 15 évesen a menzesze. Pontosan azért, mert az már a harmadik konfliktusa volt. Ha mindkét vele érintett, ugye, akkor természetesen
a sínek fogják eldönteni azt, hogy mi történik. Minden esetre a ciklus kimaradást mindig az okozza, ha a szexuális relé lezáródik a síneknek megfelelően. Amit előbb szövegben elmondtam, azt itt láthatjuk képileg megjelenítve Hammer doktor könyvéből. A jobbkezes nőnek, ugye, mint mondtam, az első szexuális jellegű konfliktusa ide fog becsapódni, lezár a nőies birtokzóna, fiúként fog viselkedni, és ez a kislány tehát nem a babázással fog foglalkozni, hanem a focival, a kirándulással, a biciklizéssel, stb. A viselkedése fiús, azaz mániás lesz, és nem kislányos. A balkezes kislánynak, mint mondtam, a másik oldalra csapódik be a fiú, a férfias zónába csapódik be, hát mert doktor ezt a lóugrásnak nevezte el, mert nagyon szeretett sakkozni. És ennek a lényege tehát az, hogy hamarabb megjön a ciklus, mint kéne, mert a férfias oldal le van zárva, még nőiesebb, még magába zárkózottabb lesz a viselkedése ennek a 8-10 éves kislánynak. A második konfliktus nyilvánvalóan, mint látjuk, a következőképpen mindig az ellenoldalra, a szabad oldalra fog becsapódni, és innentől lép működésbe a mérleg. A mérleg azt jelenti, hogy mindig az az oldal fog lezárni, ahol hangsúlyozottabb a konfliktus. Tehát mi konfliktus kerül sínre? Ez fogja eldönteni, hogy milyen lesz a leánynak a hangulatváltása. Akár balkezes, akár jobbkezes, mert még csak a második szexuális konfliktusnál tartunk. És akkor dől el végleg, hogy mi a folytatás, amikor megtörténik a harmadik konfliktus, mert a jobbkezes hölgyet, hogyha mániás állapotban kapta a harmadik konfliktus, akkor még mániásabb lesz, ezt látjuk ezen a képen, mert a harmadik konfliktus az oda csapódik be jobbkezesnél, ahol éppen a mérleg áll. Ha depressziós volt, akkor még depresszívebb lesz. Viszont, hogyha balkezesről beszélünk, akkor a mérleg, akkor a konfliktus nem oda csap be, ahol súlyozottabb lesz, hanem mindig az ellenoldalra, és ezért a mérleg mindig átbillen. Tehát ebből lesz az, hogy valakinek esetleg balkezes hölgynek fél évre akár kimarad a menzesze, aztán majd újra megjelenik. Aztán megint egy év múlva fél évre kimarad, és utána megint megjelenik. A hormonális változás, a klimax, az mindent megfordít, vagyis a konfliktusok megoldási sorrendjét fogja megfordítani. Ugyanis ezek a konfliktusok abban az esetben úgy oldhatók fel, hogy mindig az utolsó konfliktus az, ami megoldható. A birtokzónás konfliktusoknál elmondok még rengeteg egyéb részletet, itt most azért nem megyek bele több mindenbe, pedig bőven volna még miről beszélni, mert a menstruációval kapcsolatos és ahhoz fűződő változásokra szeretném felhívni a figyelmet. Természetesen itt még rengeteg dologról kéne beszélni, lásd a birtokkonfliktusokat. Ugye a mély nyálkahártyával bélelt női szerv, aminek a lényege, hogy a fejlődő embrió, majd magzat itt fogja elérni azt az állapotot, ami a szüléshez, a megszületéshez szükséges. A mély nyálkahártya az a szövet, ahova a beágyazódás megtörténik. De a mély nyálkahártyától elindulva megnézhetjük, hogy milyen konfliktus az, ami a mély nyálkahártyában változásokat fog előidézni. Azt szeretném tisztázni, hogy mi is az az ocsmány félgenitális konfliktus,
amiről Hammer doktor ír, így határozza meg, vagyis félgenitális, nem szexuális aktusról van szó, de szexualitásról van szó, ami egy ocsmány történet egy nő életében. De mindenképpen a nemi szerv érintett ebben a témában, ezért félig genitális, mert nem az aktus, hanem csak a szerv. Igen. A nemi szerv az, ami ebben a helyzetben megjelenik. És nagyon érdekes, hogy itt azért többnyire férfival kapcsolatos ez a történet. Hány olyan vizsgálaton esünk át, drága nőtársaim, amelyet férfiak végeznek? Hoppá. Maga a nőgyógyászati vizsgálat is lehet egy ilyen ucsmány, féligenitális, nemi szervhez tartozó konfliktus. Saját tapasztalatomból tudom mondani, hogy ameddig én ilyen helyekre jártam, addig mindig nagyon izgultam, hogy akkor most ki legyen. Egyik nemhez sincsen kellemes emlékem, egyik módon sem a nőgyógyász nő, sem a nőgyógyász férfi nem tudott olyan vizsgálati eljáráson engem átejteni, ami ne lett volna konfliktusmentes. Gondoljunk csak azokra a vaginális ultrahangokra, ami alatt azt hiszem nem kell fokoznom, vagy nem kell elmondanom, hogy milyen kellemetlen megéléseink lehetnek. Hiszen maga az ultrahang készülék az a fej, amit a hüvelybe felhelyeznek, is egy nagyon kellemetlen történés is lehet. Ráadásul ez akkor fokozódik, ha azt látjuk, hogy a vizsgálatot végző ember a kiszolgáltatottságunkból nem lát semmit, vagy ami még rosszabb, hogy látszik valamiféle öröm, valamiféle kiegés az arcán. Ez teljes mértékben a nemi szervhez kapcsolódó konfliktus lehet. Gondoljuk csak végig, hogy hányféle módon néznek, vizsgálnak bennünket, nőket. Maga az eljárás is egy ilyen kellemetlen helyzetet teremt, nem beszélve azokról az eszközökről, azokról a felszerelésekről, amik ilyenkor kézbe kerülnek, nem feltétlenül a legempatikusabb és a legfeloldottabb légkörben történő vizsgálat során. De ocsmány konfliktus tartalma lehet azoknak a beszólásoknak, ami a nemi szervünkre vonatkoznak. Így van. Hogy olyan mind, és akkor tegye mindenki a gondolatban azt a jelzőt mögé, amit ő a legocsmányabbnak gondol. Általában a szakítások után az ember hajlamos valami nagyon durvát, nagyon sértőt, nagyon bántót mondani a másiknak, és ezek azok a helyzetek, amikben a legkiszolgáltatottabbak vagyunk, hiszen az intimitás környéke, az intimitás témaköre egy mindenki számára húsba vágó történet, és nagyon-nagyon sokszor az a szó szerinti örvonaluli ütések is ebbe a kategóriába tartoznak, szó szerint örvonalul, mert nem biztos, hogy egy kudarcba fulladt párkapcsolati szerelmi történet után ilyen jelzőkkel kellene elválnunk egymástól. De ide tartozik az a megélés is, amikor egy hölgynek, mondjam azt, a szexuális aktushoz semmi kedve nincsen, nem tud jelen lenni a pillanatban, mert még mindig nem tudta magát túltenni egy délelőtti beszóláson. Vagy a Hufnáger Pistin. Vagy a Hufnáger Pistin, éppen másba szerelmes. De megteszi a házastársi kötelességet, és közben a plafont vizsgálja, hogy messzelni kéne. Na most ebben az esetben az a megélés, hogy én prostituálom a lelkem, ez kőkeményen behozza a konfliktus aktív szakaszban, amit itt látjuk, a mély nyálkahártya sejtjeinek, szekréció sejtjeinek a szaporodását. És ennek pontosan ugye konfliktus aktív fázisban már az az értelme, hogy a mélyüreget jobban ki lehessen tisztítani a fluor által. De van egy érdekes történet, amit itt külön bekereteztem Hammer doktornak a könyvében, ami arról szól, hogyha a férfi ejakulátuma, tehát
a váladék mennyisége nem elegendő, akkor is biológiailag jön a segítség, mert a női váladékképzés szaporításával az a kevés sejt is el fog jutni a célig. Nem lesz, hát mondom, a fajfenntartás az hatalmas ösztön, és besegít a nő abba, hogy ez az egész megtörténjen. A méhtestnek az üregében, itt látjuk ezt a kompakt karfiolszerű képződményt, ez abban az esetben jön össze, hogyha már ugye menopauza után vagyunk, konfliktus aktív szakaszban, és a menopauza után a nagymamáknak a legsúlyosabb kérdés az unoka kérdése, és ha elvesztette az unokáját, hát akkor bizony ményáka hártyával is képes rá reagálni, nem csak petefészekkel. A lényeg az, hogy ilyenkor ugye nincs menstruáció, és fokozatosan, tehát folyamatosan ez a ményálkahártya szaporodni fog, és ezt fogják méhtestráknak nevezni, hiszen bent a méhüvegében egy igen jelentős méretű, mennyiségű, karfiolszerűen növekedő adenokarcinoma alakul ki. Ha eljutunk ide a megoldási szakaszba, ugye, akkor a kérdés az, hogy hol vagyunk. Folytassuk akkor a nagymamával, ugye, mert ha menopauza után történik mindez, akkor a lebontás, hát ugye az igencsak kellemetlen fluorral, vagyis gombás folyással, fehér folyással és vérzéssel is összekötött, hát kellemetlen tüneteket fog ez okozni. Az epileptoid krízisben egy fokozottabb síma izomgörcsel. A menopauza előtt vagyunk, tehát ivar érett és működő hölgyről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy a ciklus alatt folyamatosan növekvő ményálkahártya vastagabb lesz a kelleténél, majd ennek a lebontásába segítségül jönnek a gombák, és ez fogja okozni azt a bizonyos fehér folyást a két ciklus között. Viszont amikor megjön a vérzés, akkor ebből egy nagyon erős vérzés, hipermenorrea alakul ki, hiszen ennek az erősen kötődő nyálkahártyának a lelökődéséhez nagyon, tehát erősebb izomtevékenység szükséges, görcsös fájdalom, illetve a több nyálkahártya fenntartása, több vérér jelenlétét is feltételezi, vagyis a nyálkahártya ledobásakor több vérér fog megnyílni, és erősebb lesz a vérzés. Tehát hipermenorrea, vagyis bőséges, nagyobb mennyiségű vérürítése fog bekövetkezni, mint amennyi hát szükséges vagy amennyi hát élettanilag jelentős, vagy amennyi élettanilag normálisnak számítható. Ezt a megélést, hogy ocsmány félgenitális konfliktus, elég egy megjegyzés, elég valakinek a kérdése, ami hát a nőiségemre vonatkozó kérdés lenne, és már a ciklus alatt ezek a tünetek megjelennek. Ezt csak azért mondom, hogy figyelmeztetés arra, hogy nem újjék el nap a haragunkkal, zárjuk le az összes konfliktusunkat, pontosan azért, hogy ne kelljen kellemetlen tünetekkel küzdeni, még a menstruáció alatt sem. Mert ha ezeket megoldjuk, esetleg már csak akkor, amikor megváltozott a menzesz jellege, és görcsösebb, és fájdalmasabb, és bőségesebb, és esetleg fehér folyás is van, ha ezt megoldjuk, akkor természetesen minden a helyére fog kerülni, és a következő menzesz már rendben fog zajlani. A következő szint a petefészkeknek a szintje. Nos, a petefészkeknél láthatjuk, hogy a konfliktus aktív szakaszban a petefészeknek, ugye, mint tudjuk, van
a hormontermelő kötőszöveti része, és van a petesejteket termelő része. A kötőszöveti része, ami hormontermel, a veszteségkonfliktus hatására sorvadásnak indul. Mert a veszteségkonfliktus az mindig szeretett élőlényre vonatkozik, és mint ilyen a biológiánk nem tesz különbséget egy elvesztett gyermek, lásd Hammer doktor, egy elvesztett házi kedvenc, egy elvesztett élőlény között. Tehát egy szeretett élőlény elvesztése mindig egy hormonális visszafogottságot fog okozni. Itt látjuk a központját ennek a petefészeknek, ugye a hormonális termelés központját a fehér állományban. Ez a két központ itt az occipitális lebenyben, amint látjuk, ez lesz az, ami biztosítja a megfelelő petefészek hormon működést. De ha én veszteségkonfliktust éltem meg, vagyis a feleségem, a barátom, a gyermekem, valaki meghalt, eltávozott, vagy, és megint bejön az ocsmány félgenitális konfliktus egy férfivel, vagy egy nagyon férfias nővel, nemi szervhez kapcsolva, akkor is hat ez a történet még a petefészekre is. Tehát ez a két konfliktus, amint láttuk az előbb is, mind a kettő jelen volt. A veszteségkonfliktus is, meg az ocsmány félgenitális konfliktus is. De úgy gondolom, hogyha a veszteségkonfliktus az, ami erőteljesebben nagyobb nyomatékkal jelentkezik, akkor az mindig elindítja a petefészkek szintjén a nekrózist, vagyis a hormontermelő sejteknek a sorvadását. Ennek az lesz a következménye, hogy az ösztrogén szint csökkenni fog, természetesen. Az ösztrogén szint csökkenni fog, mi lesz a következmény? Hát vékony marad a mi nyálkahártya. Vagy fellépnek ovuláció nélküli ciklusok, anovulációs ciklus, amikor ugyan van tűzőrepetés, de nincsen benne semmilyen megtermékenyíthető petesej. És ilyenkor megvonásos vérzés fog jelentkezni, vagy éppenséggel kimarad a menstruáció. Ezek nagyon komoly következmények. Én azt gondolom, hogy ez a program egy nagyon fontos csomópontja minden nő életének. Így van. Pontosan amiatt, mert veszteség bármelyikünket érhet. Általában a nemi aktivitásunk, vagy a nemzőképességünk tejében, csúcsában távoznak a nagymamáink. Igen. Mert hogy körülbelül a szerencsésebbek azoknak még él, de akiknek nincs ilyen szerencséjük, akkor pont abban az időszakban élik meg, de veszteség lehet, egy barát, egy barátnő, akiben csalódtam, aki elárult, aki a társamat nézte ki magának. Veszteség lehet, ha meghal a kiskutyám, bármi olyan, ami élőlény. Tehát most, hogy elvesztettem zsebkendőmet, azért nem abban lesz nem lesz veszteség. Veszteség. A pénztárca elvesztése, vagy a kulcs elvesztése sem veszteségkonfliktus, az bosszúság. De a veszteségkonfliktus vonatkozhat nagyon komoly esetekre is, akár halálesetekre, nem csak fizikai szintű eltávolodásra, mondjuk elhagyásról beszélünk, mert elhagyott a szerelmem, elvesztettem őt. Igen. Gondolhatunk itt komolyabb történetekre is, mint például valakinek a halála, mint ahogy az előbb a nagymamával próbálkoztam példálózni. Előfordul gyakran, hogy mindkettő konfliktus típus előfordul egy nő életében. Gondoljunk csak arra a fiatalasszonyra, aki elvesztette a magzatát, és egy nagyon tapintatlan ismerős barát vagy rokon,
aki nincs beavatva a témában, nem tudja, hogy mi ment keresztül, elkezd hevesen faggatózni, hogy na, és mikor lesz baba, és miért nincs, és hány éves vagy, és miért nem csináltok már gyereket. Bocsánat a kifejezésre, de körülbelül így hangoznak el ezek a mondatok. Mintha ez az ő problémája, mintha egyáltalán lehetne neki valami közelhez. Én azt hiszem, hogy itt meg kell állnom egy pillanatra, mert ocsmány, féligenitális konfliktus az, amikor köztem és a párom, férjem közötti intim kapcsolatban valaki illetlen kérdésekkel beavatkozik. Ez tökéletes meghatározás. Ez teljes mértékben két emberre tartozó kérdés. Nyilvánvaló, ha tervezünk további gyermekáldást, akkor, amikor ez már aktuális, akkor be lehet avatni a gyereket, amikor már a pocak gömbölyödik. De nem feltétlenül kell a fél utcát tájékoztatni arról, hogy mi baba programban vagyunk. Nyilván könnyebbséget jelent, ha van egy olyan érzelmi támaszt jelentő kör, akivel én ezt meg tudom beszélni, tehát én nem a titkolózásra szeretnék utalni, hanem hogy húzzuk meg azokat a határokat, akikkel ilyen témával beszélünk, és akikkel nem. Mert egy nagyon férfias nő, egy anyós, egy szomszédasszony, egy keresztmama, egy ismerős a közérből, aki már látja, hogy hosszabb ideje férnél vagyunk, és miért nincs már gyerek, beteg vagy? Igen. Ez a következő nagy kérdés. Ha tiltakozásul csak helyrázás követi, akkor ezt a kérdést egy újabb követi, akkor a férjed. Tehát ez az abszolút gyors diagnózis, nagyon sok ilyen történetet hallottam. Igen, igen. Hát együtt konzultálunk. Ebben a témában borzasztó azt hallani, hogy fiatal anyukák, akik egy traumán estek túl, mert nevezzük azért a magzatvesztést egy nagyon komoly traumának, így van. Az egy nagyon komoly veszteségkonfliktus, amiről persze nem beszélünk, mert tabu, mert nem élik meg, nem tartozik senkire. Nem tartozik senkire, meg nem is, nincs is beavatva a félvilág ebbe. Valaki olyan szinten bekérdez, vagy hozzá kapcsolódik, a lehető legjobb szándékával együtt véve sem javaslott senkinek ilyen jellegű kérdéseket feltenni. Én azt hiszem, hogy a kérdést is kezeljük nagyon tapintatosan. Nem minden nőnek van gyereke. Így van. És nem minden nő vágyik arra, hogy gyereke legyen, vagy nem minden nő az, akinek életben van a gyereke. Tehát erre azért, arra a témára nagyon-nagyon figyeljünk oda, vegyük észre azt, hogy kíváncsiságunknak azért határt kell szabni. Nagyon főleg nők között van egy ilyen, és van gyereked, és hogy hívják, és hány éves, és hogy szülted, és hogy termékenyültél meg, és hány hónapra, és meddig szoptattad, és meddig pelenkáztad, mikor lett szobatiszta, és egy pillanat alatt 8 kérdést kap egy hölgy, ami nem biztos, hogy publikus téma, nem biztos, hogy szívesen beszél erről, és nem hiszem, hogy ez bárkire tartozna. Vegyük figyelembe azt, hogy egy beszélgetés, főleg egy ismerkedés során, hogy na és vannak gyerekeid? Nem biztos, hogy ezek a visszatérő kérdések ildomosak, célszerűek, és nem eteszik újra sínre, mert ha és vannak gyerekeid kérdés, a veszteségkonfliktusát fogja megint megerősíteni. És már megint nem jön össze a baba, mert ugye a veszteségkonfliktus konfliktus aktív szakaszában arról van szó, tehát, hogy csökken az ösztrogén szint, nem lesz érett petesejt a petezsákba, mert ez mind csak akkor fog visszájára fordulni, ha megoldjuk a konfliktust. Akkor viszont a biológia megajándékoz minket plusz ösztrogénnel itt a konfliktus megoldási szakaszában, mégpedig hogyan? Úgy, hogy a lebontott kötőszöveti sejtek fognak túlszaporodni. És ezek a kötőszöveti sejtek szaporodása
ciszták formájában történik meg, ami a petefészekből eltávozva, leszakadva ezek a ciszták, az endometriózisnak a képét fogják létrehozni. A lényeg az, hogy első részben, a konfliktus aktív szakaszban likid, tehát folyékony állagú lesz a ciszta, a második szakaszban megjelenik benne a cisztában a mezodermális hormontermelő szövet, és pontosan az az értelme ennek az egésznek a program végére, hogy több ösztrogén álljon rendelkezésre, mint volt a program elején, pontosan azért, hogy a nő még jobban megtermékenyíthető legyen, gyorsabban essen teherbe. Ez a biológiai értelem. Tehát fiatalosabbá is teszi, akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhet. Így van. Ezáltal a program által egy veszteségkonfliktus, tehát egy petefészek nekrózis után a hölgy, melynek célja a hatékonyabb peteérés, és a nő gyorsabban esik teherbe. De van még egy jelenvonás már, ha teherbe esett, például szülés után. Ocsmány féli genitális konfliktusként élheti meg a kismama, aki az első kontrollvizsgálatra elmegy a nőgyógyászához, aki úgy néz oda, és ez egy megtörtént eset, mintha egy törzsi asszonynak látná a nemi szervét. Feltételezhetően, nem tudom, mit látnak, azért mondom, hogy feltételezem csupán, hogy egy szülés azért megviseli a... Hát persze, annak nyoma van. Az ott jelenlévő szerveket, ennek nyoma van, különböző egyéb történések is fellépnek a szülés során, viszont a nőgyógyász tekintete nagyon-nagyon sok mindent elárul. Főleg akkor, ha olyan kísérő szavakkal folytatja a vizsgálást, hogy jelszus, ilyet még nem láttam. Hogy hú, hogy néz szegény ki. Hogy néz ki. Hogy mindentön keresztül. Igen. Most képzeljük el, kedves urak, azt a helyzetet, amikor egy nő deréktől lefelé mesztelenül fekszik egy asztalon, a lábát felhúzza, valaki benéz a legintimebb testrészébe, és még kommentárokat is fűz. Hát igen. Tehát ezeket jó lenne nem csak elkerülni, hanem ha van ilyenünk, akkor ezt oldjuk fel. Így van. Bármilyen módon, akár én még azt is tudom javasolni, hogy cseréljünk nőgyógyászt, hogyha ez feltétlenül szükséges, mert ezek azok a történetek, amit egy kismama amúgy is sérülékeny lelki állapotában, ha átél, nagyon komoly következményeket tud kifejleszteni. És akkor belefogtam az endometriózisba, szeretném ezt akkor részleteiben elmondani, mert rengeteg tévhit van ezzel kapcsolatosan. Már a bevezetőben is elmondtam, ugye, hogy az endometriózis nem az, aminek azt a mai medicina hiszi. A veszteség konfliktus megoldása eredményezi az egészet. Ugye a kérdés az, hogy milyen hosszú ideig tartott a konfliktus aktív szakasz, mert ez meg fogja határozni, hogy a megoldási szakaszban mennyire intenzívek lesznek a tünetek. Mint mondtam, a hormontermelő mezodermális sejteknek a szaporodása indul el, kezdetben az exudatív fázisban, mint pesterfészek ciszta, ami aztán feltelik ugye új mezodermális sejtekkel, és ösztrogént fog termelni a megoldási fázisban. Ez a biológiai értelem. De, ugye, ha a veszteség konfliktus, mint nagyon-nagyon élénk és nagyon érzékeny pont egy nő életében, ha ez a konfliktus nincs 100%-ban feloldva, akkor a függő gyógyulás lesz az, aminek következtében ezek a petefészek ciszták le fognak szakadni a petefészekről. Ugye hallottunk már policisztás ováriumról. Na, ezekről a cisztákról van itt szó.
Ezek a leszakadt ciszták a hasüregi szervekhez fognak tapadni, természetesen miért, hogy vérellátásuk legyen, hogy tudjanak átmenni a hegesedési fázisba, és tudjanak ösztrogént termelni. Ez a növekedést ugye a medicina invazív növekedésnek fogja nevezni. És amikor már termeli az ösztrogént, akkor indurált cisztának nevezik, és az a tévhit, hogy ezek a sejtek a méhből vándoroltak ki. De hogyan, kérem szépen? Mondjuk, hát ha jól meggondoljuk, akkor hát miért ne mehetne a petevezetéken ki a hasüregbe, hiszen a petevezeték nyitott. Csak hogy a petevezetékben is még nyálkahártya van, annak is az a feladata, hogy az egész megtermékenyített petesejtet a méh ürege felé terelje, nem pedig be a hasüregbe, és ráadásul szövettanilag is két különböző csiralemezből származó szövetről beszélünk. Az egyik endodermális, a másik pedig új mezodermális eredetű. Ezért fantasztikus tudomány a germán gyógytudomány, mert az embriológiára alapozva mindig tudja tisztázni, hogy mi honnan ered, tehát mi a konfliktusa, mi történik konfliktus aktív és megoldási szakaszban. Na most ugye, ha hozzátesszük még a vesegyűjtő csatorna szindrómát, lásd ödémákról szóló előadás vagy vese, ugye ez azt jelenti, hogy szegény, én ártatlan, senki nem akar engem megérteni, a gyógyulásban levő szövetekbe begyűjtött plusz folyadék megrepeszti itt a cisztákat, és annak a következménye pedig az lesz, hogy ezek a szilárduló szövetek kijutnak a hasüregbe, és 9 hónapig újabb cisztákat képeznek. És ez megint emelkedett ösztrogén szinthez fog vezetni. Tehát szeretném leszögezni, hogy nem endodermális méhnyálkahártya vándorol ki a hasüregbe, hanem új mezodermális hormontermelő kötőszövet keletkezik. Ez, hogy endometriózis, ebből a szempontból egy teljesen hibás megnevezés, mert az endometrium az a méhnyálkahártyát jelenti. És nem méhnyálkahártyáról beszélünk, csak ezt szerettem volna mindenképpen tisztázni, hogy lássuk, hogy micsoda fantasztikus rendet fog a fejünkben, a gondolkodásunkban tenni az, hogyha embriológiai alapokra építjük a tudásunkat. Na most, ha összefoglaljuk a szabálytalan menstruációnak az okait... Igen, épp erre szerettelek volna kérni, hogy foglald össze, hogy milyen okok lehetnek, és mi történik ilyenkor. Itt most mondjam azt, hogy címekben és konfliktusokként próbálom ezt az egészet összeszedni, germán gyógytudomány gondolkodással, aztán az akadémikus orvoslás terminológiájával is meghatározzuk, hogy mi hova tartozik. Tehát van, amit eddig beszéltünk róla, méhnyálkahártya program, félgenitális konfliktus, ocsmány félgenitális konfliktus, ugye ez méhnyálkahártyát érinti. Fog szabálytalan menstruációt okozni? Igen, lehet, hogy a periódusa az meg lesz, de hogy bőségesebb lesz, hogy fájdalmasabb lesz, az biztos. Petefészek program. Mint mondtam, kimarad az ovuláció, nem lesz belőle megtermékenyítés, de hormonálisan is létrejön a végső esetben a menzesznek a kimaradása. Illetve a ciklusoknak a hossza elnyúlik. Az oligomenorea azt jelenti, hogy hosszú ciklusok jelentkeznek meg, mert nincsen megfelelő hormon ahhoz, hogy az endometrium megfelelően kialakuljon. Aztán jönnek a súlyos önleértékelések, és itt azért nem csak a személyiségben vagy egyéb önleértékelésekre mennék rá, amelyek a csontig hatolóan hatnak a vérképzésre. És ezért konfliktus aktív szakaszban nem csak a vörös vérsejtszám, a fehér vérsejtszám, hanem a trombocita szám is csökken, ugye, trombocita hiány lép fel, és ez fokozott vérzékenységet okoz, vérszegénységről beszélek. Nos, ez az önleértékelés által létrejött vérszegénység és trombocita hiány.
Van olyan vérszegénység, amiben nincsen trombocita hiány, de ez a túl sok vér vesztéséhez kötött vérszegénység következménye. Nos, a csont- és vérképzésről szóló webkonferencia anyagból világossá válik, hogy a legsúlyosabb önleértékelések hatnak a vérképzésre, ez pedig kihat nyilvánvaló a menstruációs ciklus mienségére. De a nőiségben megélt önleértékelések is ki fognak hatni, a természetesen megint csak mire? A petefészekre. Tehát mindig az önleértékelés témája meghatározza, hogy azt a bizonyos programot milyen szinten indítjuk el. Beszéltem már eddig arról, hogy szexuális konfliktus ugye a ciklusnak a kimaradását okozza, mert lezárt, a női birtokzónás oldalon ugye becsapódott, sínre került az a bizonyos konfliktus, a jobb kezesnél az első, a bal kezesnél a második konfliktus, és nem jön meg a menzesz, mert ugye ez a történetem sínre került, konstelláció miatt. De vannak olyan történetek, amelyekről már beszéltünk előző webkonferenciákon, és itt jön a hormonális zavarok közül a mellékvesekérek túlműködés. Ugye ez az a program, amikor azt élemek, hogy rossz úton járok, konfliktus aktív szakaszban a mellékvesekérek hormonszint fog csökkenni, megoldásban viszont a mellékvesekérek hormonjai közül nem csak a glükokortikoid, hanem az androgén szint is emelkedik, vagyis a férfias jelleget adó hormonszint is emelkedik, és ez egy nőnél ugye a menstruációra is kihat, illetve a termékenységre is kihat. Az agyalapi mirigynek a működésénél mondtam, hogy van prolaktin szint, ami a tejtermelésre hat. Igen ám, de a prolaktin szint emelkedés meddőséget okoz. Ne feledjük, hogy amíg a prolaktin szint megfelelő, addig folyik a szoptatás, és addig nem jön meg a havivérzés. És az epifizis vagy tobozmirigy program, erről megint a hormonális rendszernél beszélek, ez, ami még az agyalapi mirigy fölött lévő, működésileg fölötte levő mirigy, ki tud hatni a szexualitásra, amit pedig gátlólag, ott elmondtam, és ez is meddőséget fog okozni. Tehát itt vannak tehát azok a konfliktusok, amelyek miatt ugye a szabálytalan lesz a menstruáció. Ha megnézzük ennek a szabálytalan menstruációnak a típusait, és itt jönnek be a menorrea szavak, az a menorrea fosztóképző azt jelenti, hogy a vérzés hiánya. Három oka is van, ugye, mint mondtam, sinnen van a szexuális konfliktus, lezárt a szexuális központ, tehát legmagasabb szintről gátolva van, hogy elinduljon a haviciklus. Kettő, mondtam, hogy a súlyos hormonális veszteség, vagyis veszteség konfliktus hormonálisan is képes leállítani magát a havivérzést, illetve ne felejtsük el, hogy a várandóság első jele, hogy nem jön meg a menzesz. A polimenorea azt jelenti, hogy gyakrabban jön, mint 22 nap. Ez mitől is van? Attól, hogy magas az ösztrogén szintünk. Avagyis, ha azt nézem, hogy hol tartok, megoldási szakaszba került a veszteség konfliktuson. A hipomenorea az azt jelenti, hogy rendszeresen van, de rövid ideig tart, és mondjam azt, hogy szinte megvonásos vérzésről beszélünk, ez a feloldatlan veszteség konfliktus, tehát amíg nincs feloldva, addig ezzel erről beszélünk. Rövid ideig tart, kevés mennyiségben, és nem lesz különösebb fájdalom sem a menstruáció alatt. A hipermenorea, vagy metrorágia, ugye mondjuk azt, hogy ez a rendszeres, de hosszú ideig tartó és bővérzéssel járó konfliktus,
vagyis menzesz, ez azt jelenti, hogy egy meg nem oldott félgenitális konfliktus következménye. Aztán van mély űri vérzés, amit itt látjuk, a metrorágia. A metrorágia nem ugyanaz, mint a menorágia, látjuk a különbséget, ugye? A menorágia az a bőséges és hosszú ideig tartó vérzés, a mélyüri vérzés viszont két ciklus között jelentkező vérzés, mert a méhnyálkahártya túltenget, és van sínre került egy megoldatlan szexuális konfliktus is. Mi okoz még menstruációs zavar? Hát vannak itten hitek és tévhitek, mert ugye akár interneten szétnézve, akár szakkönyvekben, ugye azt olvassuk, hogy a pajzsmirigy működés menstruációs zavart, és most jön a lényeg, okozhat. Innen már ugye jön a feltételes mód, ami a mai medicinára jellemző, semmi konkrétan nincs megfogalmazva, csak feltételes módban. A jó hírem az, hogy nem okozhat. Amint látok, a pajzsmirigynek semmilyen hatása nincsen a menstruációs ciklusra, van épp elég hormon, ami hat a menstruációs ciklusra, a pajzsmirigy hormon nem hat. De az, akinek menstruációs zavara van, annak lehet mellette egy pajzsmirigy hormonja. Pajzsmirigy működéssel kapcsolatos. Miről szó lesz, hogy honnan ismerjük fel azt, akinek a pajzsmirigyel valami baja lehet? Mikor kéne erre gondolni? Ha? Hát, ha folyamatosan versenyzik valamivel. Ez a túl lassú vagyok a falat elkapásához című konfliktus, ami végtelen nagy maximalizmusra is következtetni enged. De a túl lassú vagyok, már mindenkinek van gyereke, csak nekem nincs. Mit szeretnék megkapni? Igen. Azt, hogy azt, teherbe igen. Esek. Igen, ez is fala. És ez a versenyhelyzet, hogy ha a szomszédnak van, akkor már nekem is kéne. Mert az összes osztálytársamnak, múlt osztálytársamnak, évfolyamotársamnak már van gyereke. Mindenki toszogatja a babakocsit. Én még nem. Túl lassú vagyok. Ez a túl lassú vagyok a falat elkapásához történet másik árnyalata. Mert meg akarom kapni, és ezért falat konfliktus. Minden, amit meg akarok kapni, az a biológiámnak falat. Úgyhogy oda kell figyelni a megfogalmazásra, és nagyon örülök, hogy ezt a példát hoztad, Réka, mert szerintem azok, akik hitelt szeretnének fölvenni arra, hogy építkezzenek, és nem akar összejönni a baba, azok hasonló konfliktus szerintem megélnek. Aztán van ilyen, hogy menstruáció... Van ez a biológiai óra is, ami egy bizonyos kornál valahol megnyikkan, és ez akkora feszültséget és késztetést szerez be így a fiatal pár, vagy a fiatal hölgy, hogy mikor már, legyen már, és akkor noszogatja anyós, após, ugye ez megint a nemi szervvel vonatkozható konfliktus, hogy látok már benneteket, orvos, biztos, hogy jók vagytok-e. És megvizsgáltak már benne. Nézegetik, hogy de a keresztmamádnak se volt, és lehet, hogy ez nálatok családi, menjen, vizsgáltasd meg magad, és nem biztos, hogy az ember lánya az apósával szeretné megtárgyalni a nemi szervének az esetleges elváltozásait. És én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen téma, ami bízzuk a biológiára, bízzuk a gyermekeinkre, hogy akkor jöjjön a gólya, amikor ők ezt szeretnék. Ne faggassuk, hogy mikor lesz már unokám, mert ez is az a történet, hogy túl lassú vagyok, hát még ezt se tudom megcsinálni, ez se jön össze. Igen. Nem látja, hogy verődök egy kapcsolatban, nem látja, hogy nincs elég pénzünk, nem látja, hogy tele vagyunk hitellel, nem látja azt, hogy nem biztos, hogy mi egymáshoz élünk, mert neki mi kell, egyedül az unoka. Igen. Nagyon-nagyon jó a megvilágítás, Réka. És aztán jön az, hogy menstruációs migrén. Kérem szépen, lehet valakinek egyszerre migrénje is, meg menstruációja is, de a kettőnek egymáshoz semmi köze, mint ahogy azt már a csíra lemezeknél elmondtam, hogy a frontális és occipitális félelem, vagyis a
jövőtől és múltból való félelem, ha együtt jelenik meg, ugye akkor megjelenik a migrén. Igen, de hogyha ez a félelem a menstruációhoz kötött, akkor a menstruáció, mint sín, behozza a migrént is ajándékba. Nyilván két dologért teszünk meg bármit, mi nők. Igen. Az egyik az, hogy legyen gyerekünk, a másik az, hogy ne legyen gyerekünk. És hát ugye a múltból jövő félelem, tehát az, ami már egyszer megtörtént. Ja Istenem, csak még egyszer meg ne történjen. Vagy van egy kellemetlen emlékünk, mondjuk egy nem kívánt terhesség. Pont erre akartam. Egy nem kívánt közösülés például. Akár amit egy menstruáció, vagy egy vérzés, vagy a szexualitásunk legelső pillanatában megélt konfliktus is lehet, mert nagyon sok nőnek nem kellemes a szüzességének az elvesztése. Igen. Nagyon sokszor ez maga azon túl, hogy mindenkiben benne van ilyenkor a félsz és a frász, hogy milyen lesz majd először. Nagyon kevés nőt hallottam még erről elragadtatva beszélni, talán ha jól megtalálom, akkor csak egyet. Az sem én vagyok. Tehát ha magához, az első szexuális együttléthez, az első szexuális aktushoz egy nagyon kellemetlen, nagyon durva történet társul, mert nem volt felkészülve, nem volt bemelegedve, nem volt a témára ráhangolódva, ez, és utána vérzés is következett, igen. Tehát, hogy ez vérzéssel járt, vagy konkrétan maga a menstruáció jött meg, ez a két dolog az agyunkban összekapcsolódik. Félelem, hogy bármikor ismét bekövetkezhet, hát ha egy olyan társhoz megy az ember férjhez, aki nem társ és nem partner ebben, ebben az együttlétben, és birtokolja a párját, a nőt, és követeli a bizonyos házastársi szolgáltatásokat, akkor bármikor bekövetkezhet az, hogy valaki maga alá gyűr. Igen. Tehát itt azért több mindenről lehetne beszélni, én igyekszem nagyon finoman körüljárni ezt a témát. Nagyon jól csinálod. A hölgytársaim azt gondolom, hogy hangosan bólogatnak, helyesen bólogatnak. A menstruációhoz kötődő múltbeli történet. Igen. Mert azért hallottunk olyan eseményekről is, amikor a vizsgálatra küldték a fiatal lányokat, hogy még szüzeke vagy sem. Ezek régmúlt történetek, de ezek nem törlődtek ki az emlékezetünkből. És zömében a menstruáció utáni időszakra kerül az első ilyen vizsgálat. Ez is nagyon kellemetlen dolgokat köthet. De ha a múltból jövő félelem az, hogy akkor majdnem teherbe estem, mert és mi van, ha most legközelebb nem múszom meg, ez már maga a migrénhez köthető, mert ugye a múltban bekövetkezett, hogy épp hogy, vagy... Igen, félek tőle. Vagy, és ismét bekövetkezhet az, hogy... Így van, hát ezt ilyen részletesen... semmilyen szakkönyvben nem fogják kifejteni, hogy milyen az a menstruációs migrén. De nagyon köszönöm Rékának ezt a fejtegetést, és akkor megint egy nagyon kedvenc téma, ugye a PMS, vagyis a premenstruációs szindróma. A menstruációt megelőzően, ugye leírják a könyvek, hogy hangulatingadozás, puffadás, folyadékvisszatartás. Nézzük már meg, miért van hangulatingadozás. Hát azért, mert működnek a sinek. És amikor éppenséggel a női ciklus szabadon futhat, akkor természetesen, hogy a magába zárkózottság, a női megélés kerül térre. Ebben a témában azért egy kicsi kacskalimbót hadd fussak. Ne fussak. A menstruációról nagyon sok
tévhit van a köztudatban, hogy ez egy tisztáltalan dolog, hogy ilyenkor a nő ne menjen látogatni. Ja, igen. Beteget semmiképp sem látogasson, újszülöttet végképp nem, a szoptatós anyuka ágyára semmiképpen nem szabad leülni, és a templomban is illik hátul megállni, vagy inkább nem is elmenni, mert ilyenkor tisztáltalan a nő. Ez egy ilyen jellegű tévhitek és mítoszok élnek ebben a témában. Ha én azt élem meg, hogy én nem kívánatos vendég vagyok, nem szabad ráülnöm a szoptatós anyuka ágyára, mert elviszem a tejét. Igen. Nem tudom, hogy ez körülbelül akkora téma lehet, mint a metasztázisok az áttétek, hogy hogyan. Ugye az emberi fantázia az, az nagyon nagy. Hát ez egy bosszantó dolog, nem? Bosszankodom is azon, hogy már megint én vagyok az, akit mellőz a család, aki nem látogathatom a rokonom, nem mehetek, nem tehetem meg azt, amit én szeretnék. Uh-huh. Épp most akartam randizni, épp most akartam szürteleníteni, épp most kellene megjelennem gyönyörűnek, csinosnak. Most van a nagy alkalom, és hát erre mi történt? Megjött. Tehát akkor ez már egy menstruációhoz kötődött bosszankodásképpen, ugye? Mit fog csinálni? A puffadás az megjelenik, ugye, a bosszankodás következtében, mert na jó, hát nem akkor a bosszankodás, mint valamilyen birtokbosszankodás, de mégis megjelenik, tehát a puffadás és a belműködés zavara az mindenképpen ott lesz. És mivel magányosan élem meg én ezt az egész történetet, természetes, hogy a folyadék visszatartás ott lesz az egészben. Aztán, ha undorfélelmi konfliktust éltem meg ebben az első menstruáció környékén, akkor nyilvánvaló, hogy a cukor utáni sóvárgás az jelen lesz. Mert milyen undorfélelmi konfliktust lehet megélni a menzesz kapcsán, Réka? Hát én azt gondolom, hogy a menstruációs ciklusról beszerzett ismeretek sem feltétlenül helytállóak és mérvadóak minden esetben. Saját tapasztalatomból tudom mondani, hogy egy volt osztálytársam a hetedikes korunkban elkezdett hagyatékozni, és nagyon halálra vált arccal mentünk hazafelé az utcán, és mondta, hogy szeretném neked adni a tolltartómat. Hát akkor abban az időben a tolltartó egy státusz szimbólum volt, hogy milyen a tolltartó. És nem értettem, hogy miért akarja nekem adni a tolltartóját, hiszen az övé volt az egyik legmenőbb akkor. Mm-hmm. És mondta, hogy hát mert nekem úgy sem fog kelleni, mert meg fogok halni. Te Isten. Ez a mert meg fogok halni szó, ez nagyon megijesztett engem, hogy valami komoly betegsége, baja van ennek az osztálytársamnak, és mint kiderült, hogy hát ő vérzi. Mikor hosszas beszélgetés után kiderült, hogy hol vérzik, mert még azt nekem is szégyelte elmondani, hogy akkor megnyugtattam, hogy hát ez egy rendszeres dolog, nekem már régóta van, és mire hazaértünk, teljesen meg tudtam nyugtatni afelől, hogy ez teljesen normális, és egy olyan biológiai folyamat, amire ezután a havi szinten számíthat. Viszont ha a gyerek nincs felkészítve rá, ha nem tud mit kezdeni azzal, hogy milyen helyzetbe kerül, ha ez egy nagyon komoly ijegységgel, félelemmel, rémülettel, halálfélelemmel társul, akkor ez nagyon komoly következményeket von maga után. De gondoljunk csak a puffadás egy másik okára. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés nő lehet abban a szerencsés helyzetben, akinek amióta megjött a menstruációs ciklusa, nem volt egy olyan epizód az életében, hogy átázott, hogy meglátták, hogy
hogy bepecsételődött a nadrágja. Ez főleg a kislánykorban jelentenek még gondot, amikor elfelejtkezünk róla, nem tudjuk kezelni, nem megyünk idejében rendezni magunkat, vagy hirtelen olyan mennyiségű menstruációs vér jelenik meg, ami hát foltot hagy a nadrágunkon, szoknyánkon, kint, hogy szerintem nem merek így vaktában öltözni, de nem sok nő van, aki soha semmilyen hasonló története nem volt, és normális menstruációs ciklusai vannak. Igen. Egy iskolás közegben, ahol ezt a helyzetet cikinek tartják, kinevetik, napokig csúfolják, bűntárgyává válik. Maga azt sem tudja a kislány, hogy hogyan vigye ki a tisztasági betétet úgy, hogy ez ne legyen feltűnő, és ne két ujja között lobogtatva menjen végig a folyosón ezzel. Mert még ilyen is van, hogy ahogy hírul adjuk mindenkinek, hogy. De maga a tény, hogy ebben az állapotban én nem vagyok képes olyan feladatok elvégzésére, mint mondjuk azelőtt, az már bosszantó lehet. Igen. Mert ilyenkor nem szeretek uszodába menni, nem lehet ide menni, főleg, hogyha még vannak ilyen elképzelések szülőktől, hogy ne menj be a meleg vízbe, ne menj strandra, ne csináld ezt, ne csináld ezt, jönnek a tiltások. Ja, vagy valamit beprogramált a drága kislány, és éppen a megjött menstruáció miatt mondjuk nem tud elmenni a bicikli kirándulásra, mert... Akár ez is. Akár ez is. Szóval... A hangulati ingadozás, ez a visszahúzódás, ez a kucolgás, ez néha még egy trendi esemény is. Nagyon sokszor a menstruáció mögé lehet húzódni akkor, ha nincs kedvünk valamihez. Én emlékszem, gyakran a tornaórákat lébecoltam el így. Tehát a mi tanárunk egy áldott jó ember, Isten nyugosztalja. Ha azt látta, hogy a kislányok bekucorodnak a kájha mellé, a nagy cserépkájha mellé, az volt a tornateremben egy óriási cserépkájha. Aki ott kucorgott, azt nem futtasztam. Most nyilvánvalóan nem lehetett ezzel túl sokat visszaélni, tehát minden tornaórára nem lehetett oda bekucorodni. De volt olyan, hogy akkor is bekucorodtunk, ha éppen nem voltunk ilyen helyzetben. Tehát azért ebben van némi csalásra lehetőség, de a hangulat ingadozása, a borulátás, a pessimizmus, a teljes bekuckózás az tényleg a hangulatunk változása, a sínek vezethető vissza. És az, hogy én teljesen egyedül vagyok ebben a történetben, mert hát nem mondhatom el senkinek, hát ezzel az ember nem dicsekszik, hogy jaj, hogy fáj. Ez a folyadék visszatartásnak a háttere, és nem a hormonális hatása, ahogyan azt magyarázni próbálják. És ugye a fejfájás, mint mondtam, az természetesen megjelenik, már azért is, mert az egész megélésemnek a magányossággal a folyadékot nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is be fogom gyűjteni, occipitálisan mutattam, hogy hol van a központ, és hát az alvászavar az teljesen logikus, mert ettől az egésztől hát felborult a programom, és konfliktus aktív szakaszba kerültem egy csomó minden más miatt. Most, hogyha a menstruáció körüli, mondjam azt, hogy hercehurcák és különböző történetek nincsenek lezárva, feloldva, akkor természetesen, hogy meg fog jelenni a premenstruációs szindróma, és akkor megint egy olyan kifejtését tartottuk meg ennek a témának, amit szerintem másút már nem fognak a hallgatók megtalálni. Az endometriózisról pedig már ugye szóltam, hogy a plusz ösztrogén fog kihatni a ciklusra, ettől lesz rövidebb a ciklus. Na most a menstruációs zavarokról, ahogyan azt a, hát mondjam, azt a hétköznapokban a hölgyek megélik, lássuk, hogy mi van mögöttük. Ugye itt van az, hogy váladékozás, barnás váladékozás görcsös fájdalmakkal.
Ez azt jelenti, hogy egy váratlan félgenitális konfliktuson mentem át valakinek a beszólásán, és ezt bosszankodással éltem meg. Mert ne feledjük, hogy a bosszankodás az, ami behozza a nagyon, de nagyon erős görcsöket. A hormonszintnek a csökkenése szintén menstruációs zavart fog okozni, mégpedig az is, ha a nőiségemben, a szexualitásban éltem meg ezt az önleértékelést, mert hát ennek rengeteg összetevője lehet, most ebben nem akarnék belemenni, de ha valaki nem érzi jól magát a bőrében attól, hogy ő nőnek született, és nem nincs tisztában valahogy vele, hogy ő a legjobb nő a világon, akkor itt ugye már volna mit helyre tenni. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a kontroll próbája ennek a nőiségben, szexualitásban megélt önleértékelésnek. Érdekes még csak annyit, hogy a menopauza előtti ciklus zavarokat ugye hormonpótlással lehet rendezni. Miért? Mert kevesebb a hormon. Miért? Mert már a menopauza felé tartó nő már nem úgy tekint magára, mint a, mondjam azt, hogy a delelő időszakban, amikor is még hát a fiúk azért utána fordultak. A nőiességben, a szexualitásban megért önleértékelésnél említetted, hogy nem azt érzi a nő, hogy ő a legjobb nő a világon. Ez semmiféle narcisztikus vonásra ne tessenek gondolni. Ja, igen, ezt örülök, hogy megemlítem. Még mielőtt bárki félreérteni. Ha én egy párkapcsolatban élek, és teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a férjem, társam, partnerem, élettársam, ki vagy nevezi, számára én vagyok az, akit ő ideális partnereként tekint és választ. És számára én vagyok a legjobb nő a világon. Lehet más 60-90-60, és bocsánat, ez egy kicsit bocsánat neki, 90-60-90-es méretet igen. Képviselheti. Lehet fiatalabb, üdébb a bőre. Lehet vékonyabb a csípője. Lehet sokkal sikeresebb a karrierben. Lehet szupersportos, szuperszexi, szuper-szuper kvalitásokkal rendelkező nő. A férjemnek, a páromnak mégis én vagyok az ideális. És van egy mondás, hogy nem az a szép, ami szép. A szép az, ami a szívednek kedves. Hát ez nagyon jó meghatározás. Vagyis nem azzal versenyzek, hogy a plakátokon milyen kifotoshoppolt, agyondiétázott, agyonplasztikázott szépségek néznek vissza. És nem ezekhez mérem magam. És a nőségemet, a nőiességemet nem csak a külsőre hagyatkozva fogalmazom meg, hanem ennél sokkal többre, és nem csak a női szerepekre, hogy a nő az, aki főz, most takarít, gyereket nevel, számlákat befizet, és szerencsétlen egész életében konyhai robotgépként végzi. Nem is erre gondoltam. Három alapvető kvalitása van egy nőnek. És arra kérem a nőtársaimat, hogy játszunk egy kicsit. Kicsit nehezebb lesz így megfogalmazni, de próbáljuk ki. A nő az, aki magához hív, aki magához húz, ő tartja össze a családot, az ő ölelő karjaiba futnak az emberek, és nem csak a gyerekek, mert ő tartja össze az anyukát, a nagymamával, a gyereket, a férjet, a rokonokat, a férjem rokonait, a sajátomat. Mi tereljük össze. És hogyha a kezünkkel próbáljuk ezt az összeterelést megmutatni, akkor ez egy ölelésbe forduló kéz. Vagy ölelésbe forduló karok. A második tulajdonság, maradjunk így ugyan ebben a pozícióban, hajtsuk be a bal kezünket úgy, mintha egy kisbabát tartanánk, és a
A bal tenyerünkbe tegyük bele a jobb könyökünket, És már is. és már is látom a gyermeket az ölembe, Vagyis táplálom. vagyis táplálom. Ha csak ebben a szerepben maradunk, hogy táplálom a gyereket, és az én nőiességem abban nyilvánul meg, hogy én gyereket szülök, gyereknek tudok enni, adni, milyen jó anya vagyok, akkor gyakorlatilag a következő mozdulattal, ha a bal kezemet, a bal tenyeremet felemelem, és bedugom a jobb kezem könyök alá, akkor már rögtön mellem összefont karokkal élem a nőiességem, a nőségemet a partnerem felé. Ez az a nagy dolog, amit karba tett kézzel várjuk, hogy udvaroljanak nekünk, hogy történjen már valami. Áhítózunk arra, hogy beszárított hajjal, kisminkelve toljuk azt a babakocsit, amit minden nő elképzel, hogy na majd ő ilyen fit és ápolt kismama lesz, de amikor mondjuk egy órakor még a fogmosásig sem jutottunk el kezdő kismamaként, mert azért előfordul ilyen, és egy cicanadrág strandpapucs a legnagyobb öltözék, amit fel tud ilyenkor kapni magára az ember, akkor a nőiességében megélt önleértékelésként fogja felfogni azt, hogy a férjem már nem tekint rám úgy, mint egy nőre. De vegyük észre, hogy pontosan én zárom be magam azzal, hogy én csak anyaként élem meg a nőiességem. Aztán a harmadik dolog, amit szeretnék még a nőies megnyilvánulások közé besorolni, az elengedés. Ugyanazzal a mozdulattal, amivel összefogjuk a családot, ugyanazzal az mozdulattal, most ellenkező irányba szét tudjuk tárni a karjainkat. Tehát nem csak hívogat, érint, táplál, hanem elenged. És ebben nincs benne anyaszerep, nincs benne női szerep, nincs benne konyhai robot üzemmód. Ebben megvannak azok az alapvető kvalitások, amik minden nőben benne vannak. Van még ennél sokkal több. De még egy gondolat erejéig, hogy szólítsa meg a nőtársakat. Az ön számára mi jelenti a nőiességet? Ön miben éli meg a nőségét, a nőiességét? Mi az, ami önben, nőben ott van? Hát a válaszokat érdemes lenne mindenkinek összefoglalni, és akkor rájönne arra, hogy hol van javítani valója. És rájönne arra is, hogy nincs az a menopauza, az ami biztos. Ezt a női képet megingatná. Így van. És aki a menopauzát nem teljes letargiával éli meg, annak érdekes módon nem önleértékeléssel éli meg, annak nem lesz posztmenopauzális oszteoporózisa, jaj, vagyis változókor utáni csontritkulása. Mert a változókor utáni csontritkulásnak ez az egyetlen oka, hölgyeim, hogy leírjuk magunkat, hogy én már nem vagyok az, aki voltam. Aki viszont tud örülni a megváltozott helyzetnek, annak érdekes módon nem lesz ilyen típusú csontritkulása. Térjünk vissza, igen, a menstruációs zavarokról. Mi történik akkor, hogyha elindul, és egy napra leáll a vérzés? Van ilyen, hogy egy vagy két napra is akár leáll a vérzés, aztán megint újraindul. Ez főleg akkor áll be, amikor magát a menstruációt veszteség konfliktusnak éli meg a gyereket váró nő. Na, már megint nem jött össze ez a gyerek. Már megint elvesztettem egy lehetőséget arra, hogy várandós legyek, vagy hát, ahogy mondom. Fognak a petesegény, tehát azért a készlet az nem véges. Az kitart a készlet, de hát ez az, hogy nem így gondolkodunk. Nem biológiailag gondolkodunk, és azt hisszük a várandóságról, hogy most előbb házat építünk, nem. Először is még kiéljük magunkat, megyünk kirándulni, világot látni, aztán házat építünk, aztán bebútorozzuk, autót lecseréljük, na, akkor most már jöhet a gyerek. És akkor mit ad Isten? Valahogy ez a kölyök nem akar összejönni.
És innentől minden megérkezett menstruáció egy veszteségkonfliktus. Kérem szépen, az a gyerek mindig akkor érkezik, amikor a leginkább ideje van annak, hogy megérkezzen. Ez jó lenne, ha el tudnánk fogadni, hogy a gyerek az nem úgy érkezik, az ember szaporodása nem ugyanaz, mint az állatvilágnak a szaporodása. Itt azért egyéb tényezők is közrejátszanak, és erre is utalni fogok. Aztán az egyes konfliktusoknak a megélése. A megéléseknek az ereje, hogy mennyi ideig ülök benne a konfliktusba, és hogyan kombinálom még az egész életemet, ugye, hát ehhez kérem szépen teljes könyvet lehetne írni, mert innen sok minden változatos dolog bejön, ugye. Beszélünk sötét bordó vérzésről, ez nagyon egyszerű, a reggeli vérzés színe lehet, mert azért éjjel fekve, meg pihenés közben azért vérzés történik, de ürítés nem. Tehát reggel, ami ki fog jönni, és sötétbordó színű, hölgyeim, nem kéne megijedni tőle. De lehet pecsételő barnás vér a menstruációt bevezetően, tehát hogy így kezdődik. Akkor ez azt jelenti, hogy még az előző menzeszből maradt ott pár csepp vér, és ez viszont az alacsony progeszteron szintnek a jele, ez megint micsoda, meg nem oldott veszteségkonfliktus, de természetesen, ha egyéb tényezőket is figyelembe veszünk, akkor a magnézium, B6 vitamin hiány is lehetséges. Ezt csak azért tettem ide, mert általában, ha ilyen probléma van, mindig ezeket a dolgokat írják föl. Aztán lehet sötétlilás és darabos is ez a menstruációs vérzés, ez azt jelenti, hogy emelkedett az ösztrogén szint, és ugye a már ismert endometriózisnak nevezett történet miatt, a plusz ösztrogén termelése miatt. A leszakadt petefészek cisztákban képződnek. Képződik ez a plusz ösztrogén, csak emlékeztetőleg, és 9 hónapig tart ez a megoldott veszteség konfliktus után. Pontosan azért, hogy biztosítsa a nőnek a minél könnyebben történő megtermékenyítését. Ugye kérdés, hogy sinnen maradunk-e, vagyis feloldottuk-e valóban érzelmileg a konfliktust, vagy nem. Aztán a további változatos tünetek között itt van a nagyon erős görcsök, és már szóltam róla, hogy a görcsök mindig a bosszankodásra utalnak. Akár erős hányással. Ugye ez is arra utal, hogy bosszankodás benne van a menstruációban, mint sín. Van egy szexuális konfliktus, egy bosszankodással. Ennek az lesz a következménye, hogy a menstruációs ciklus alatt nagyon erős görcsös fájdalommal fog a vérzés megtörténni. Na most, ha ezt hozzáadunk harmadikként még egy veszteségkonfliktust is, akkor már az endometriózisra fogják fogni azt, amihez az endometriózisnak semmi köze nincs. Ugye, akkor van hígőbb, halvány, rózsaszínű, vízszerű vérzés. Híg is, meg halvány is, meg vízszerű. Ez megint az alacsony ösztrogén szint miatt van, megint a meg nem oldott veszteség konfliktusnak a tünete, konfliktus aktív szakaszban. Ilyenkor ugye alacsony az ösztrogén szint, a méhnyálkahártya se fejlődik ki, erről már szóltam, és ennek megfelelően lesznek a megvonásos vagy áttöréses vérzések. És előfordulnak pecsételő vérzések két menzesz között a ovuláció alatt egy-két napig, éppen csak egy-egy csöpp. A fogantatásról, illetve a női meddőség okairól azért beszélek, mert mindent, amit ehhez tudni kell, az előzőkben elmondtuk, már csak össze kell foglalni az eddigi tudást egy más szempont szerint. Ugye az ocsmány félgenitális konfliktusok mit fognak okozni, hogyha nincsenek megoldva? Hát a petevezetéknek az elzáródását, és ha a petevezeték elzáródik, akkor kérem szépen nem fog tudni megtörténni a megtermékenyített petesejtnek a
mélyüregbe való jutása, ugye az ondósejt, az parányi, az kijut az beszűkült pete vezetéken is, de a megtermékenyített pete már nem fog visszajutni, nem fog tudni bejutni a mélyüregbe, és ez lesz a méhen kívüli terhességeknek az oka. A vesztesség konfliktus megint ugye mit tud csinálni, mint amit már mondtam, petefészek sorvadást indít el konfliktus aktív szerepben, mert hibásnak érzi magát a hölgy azért, mert neki nincsen gyermeke. Aztán lehet, hogy nem is hibás érte, de ő hibásnak érzi magát mindenki számára, az egyetlen valóság a saját megélése. Ebből az következik, hogy az anovulációs ciklus, vagyis van ovuláció, de nincs benne érett pete sejt, tehát nincs mi megtermékenyüljön. Ugye szóltam a hormonális rendszer kapcsán a mellékvesekérek túlműködés, Cushing szindróma és androgén túltermelés. A prolaktin szintnek az emelkedése az arról szól, amint a Stréka is kifejtette, hogy túlzásba viszem a táplálást. A szeretett nyelvem az, hogy mindenkit megetetek. Ez viszont az etetés a biológiám számára azt jelenti, hogy tejre van szükségem, hogy etetni tudjak, tehát emelkedett maradt a prolaktin szint, hogy tudjak tejelni. Ez viszont gátolja a follikulus stimuláló és luteinizáló hormon, ami viszont korai klimax kialakulásához fog vezetni. Aztán a konstelláció az egy az egybe lezárja a női szexuális központot, és természetesen, ha nincsen ciklus, akkor nem lesz belőle baba sem. És itt jönnek be az egyéb okok, a nem biológiai okok, amit szakrális okok címszó alatt foglaltam össze, és ide jönnek a mi hiedelmeink, és meg nem oldott, hát mindenféle más problémáink, amelyeket ebbe a témakörbe betehetek. A germán gyógytudomány, remélem, a mai nap is kiderült, hogy alapját képezi a megértésnek. És nem azoktól a tényezőktől függ a megbetegedésünk, amire a mai medicina mutat, hanem csak attól függ, hogy az érzelmi megrázkódtatásaimat megoldottam, vagy nem. Hány érzelmi megrázkódtatásom van, az éppen konfliktusaktív vagy megoldási szakaszban van, a konfliktus aktív szakasz milyen hosszú ideig tartott, mert ez meghatározza, hogy mennyire fogom betegnek érezni magamat a megoldási szakaszban, ha pedig halmozom a konfliktusokat, főleg ugye a birtokzónás konfliktusokat, akkor a személyiségünk, a hangulatunk, a viselkedésünk is meg fog változni. A germán gyógytudomány rámutatta arra, hogy a betegségek nem függnek a nemtől, a kortól, az etnikai hovatartozástól. Ugye? És hanem a fel nem oldott konfliktusoktól. A fel nem oldott konfliktusok megoldásával meg fogjuk a valós okokat oldani, és ennek az lesz a következménye, hogy a betegség valójában egy életre elmúlik, főleg ha a dolgokat érzelmileg oldottuk föl. Az, hogy reprodukálható, az egyértelmű, hisz mindenkinél, akinél ugyanazok a történetek történnek, ugyanazok a megélések, ugyanazokat a biológiai programokat fogják elindítani. Minden ocsmány félgenitális konfliktusnak megélt esemény minden nőnél elindítja a ményák a hártya programon. Össze is hasonlítható, akár egyik, vagy másik, vagy harmadik, vagy századik történet, mindegyiknek a lefolyása pontosan ugyanolyan törvény alapján megy végig, van egy konfliktusaktív és egy megoldási szakasza, és előre jelezhető, ha tudom, hogy mikor történt a konfliktus, mikor történt a valós megoldás, előre jelezhető, hogy mikor lesz vége az egésznek. Tehát nincsenek statisztikai valószínűség számítások, mert ezekre nincs szükség, mert itt minden megtörténik, ha a konfliktust nem oldottuk föl.
Nem kell állatkísérleteket végezni, nem kell szerencsétlen állatokat kínozni azért, hogy valamilyen falcs eredményre rájöjjünk, hiszen az állatok konfliktusait nem vihetjük át az emberekre, gondolom ezzel egyetértünk. Viszont ha ismerem az öt biológiai természettörvényt, és az, hogy milyen szervem, melyik csíralemezből származik, akkor valós okokat fogok találni, és valós megoldásokat. Ha érzelmileg megoldom, valóban megoldom, ha nem oldom meg érzelmileg, akkor szenvedhetek tovább. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a mai webkonferenciát. Én azt hiszem, hogy sokunk épülésére és hasznára váltak ezek az információk. Ha megengednek a kedves hallgatók egy viccet, akkor hadd mondjam el, mert azt hiszem, hogy ebben a témakörben rengeteg mindent nem érintettünk még, annak ellenére, hogy